uraim! Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. 3 perc múlva lesz 6:45. Jó reggelt! Szevasztok, kedves hallgatók! János, jó reggelt! Szia, Feri! Sziasztok, kedves hallgatók! Most ezen a mai szent napon... Hogy lehet? Hogy kezdve? Ennél pártososabban nem is kezdhetjük. Ma, holnap, illetve holnap után Balázsunk még egy kis pihenéssel tölti a szabad idejét. Azt nem tudom egészen pontosan, hogy hol van, csak azt tudom, hogy ezen a kontinensen tartózkodik, kis családjával együtt, és akkor csütörtökön fog hozzánk csatlakozni. De természetesen ebben az elkövetkezendő 3 napban is hallani fogtok olyan hangokat, ami hangunkon kívül, akik mondjuk, ha nem is mondom azt, hogy kuriózum számban mennek, mert már voltak ők itt, és szerettétek őket, de lesznek. Lesznek még műsorvezető társaink is. Attól az még kuriózum szerintem, nem? Tehát attól persze, lehet, mert annyira nem jó, hogy hívjuk őket a hét minden. Hát így van, viszont egyet-egyet át tudunk nekik adni ilyenkor. 7 óra után érkeznek mindig a sztár vendégeink, 7-től 10-ig lesz itt velünk, és már jelezném azt, hogy aki holnap arra számít, hogy egész nap kasza lesz, az téved. Tehát, hogy nem, amiatt ne kapcsoljatok be bennünket, hogy hát 7-től 10-ig a Tibi lesz. Ráadásul Tibi egyébként már elég komoly erőkkel dolgozik a televízió műsorán, amennyire én tudom, és reméljük az utolsó évad, de hogy is nem, természetesen nem. Első és utolsó évben. És lehet, hogy élőben nem is lesz itt velem, de mindenképpen vagy velünk, de minden esetre rája fogunk csörögni. Így van, és azt kell még ennyit a sztoriról, hogy ez egy új műsorra lesz ráadásul. Tehát aki azt gondolt, hogy csak a kasza show van a Tibinek, az nagyon nagyot téved. Így van, tehát az nagyon ráfaragott. Majd hónap elárulja, hogy nagyon, az még. Nagyon csúnya ráfaragott, mert Tibiből sohasem elég. Nekem igen, de most... Igen. Na mindegy, akkor próbáltam visszajönni az előzőből. Gyerekek, egy mondat még, bár beszéltünk róla kedden, a múlt heti záró aktusa a Klassz nyárnak nagyon jól sikerült Debrecenben. Még egyszer köszönjük szépen mindenkinek, aki eljött. Figyelj, olyan tömeg volt, hogy el nem tudott képzelni, de már így reggel hattól, ott csak néztünk ki a fejünkből, János rohangált az ajándékokkal, a Balázs próbált elbújni a rajongók elől, mert kicsit közel álltak az üvegstúdió falához. Nagyon-nagyon jó volt, köszönjük szépen, és az egész nap jól sikerült, ugye a 4 klassz nyárból 2-t elmosott az eső, meg az időjárás, de ez a debreceni nagyon jól sikerült, teljes teltház az esti koncerteket. Jó volt. Én nagyon-nagyon örültem neki, mert ugye volt 2 olyan állomása is a Klassz nyárnak idén, ami hát így mondjuk a helyszín történet szempontjából nem sikerült túlságosan jól az időjárásnak köszönhetően. Nyilván az adásban ebből nem nagyon hallani, vagy lehetett hallani semmit, mert szerintem tök jó. Hangulatos adások voltak, de hát esett az eső, meg fújt a szél, meg ilyesmi, úgyhogy szerintem tök jó volt, hogy a vége az így sikerült. A Hooligans például 3 koncertjéből 2-t nem tudott megtartani. De egyet igen. Az meg ilyen volt a debreceni. Ilyen volt a debreceni. Mit csináltál az elmúlt 5 napban? Hát basszus, nagyon nehéz összefoglalni, majd megpróbálom. Azt sem tudom, hogy várja. Hát 20-a előtt fejeztük be. A tűzijátékot ezt nem láttam, tévéből sem láttam. Tehát, hogy egy hangot, egy képet, egy kockát, egy csillanást, egy villanást, semmit, egy semmilyen szintű görög tüzet. Akármit. Most legyél őszinte, hiányzott. Semmit. Nem. Okay. Na, pont ezt akartam mondani, hogy nálunk Velencén 19-én van tűzijáték, mert úgy vagyunk vele, érted, hogy csak megelőzzük az állami ünnepet. Egyébként az oka az, hogy 10 évvel ezelőtt Velence akkor lett város 19-én, uh-huh. És akkor aki akar 20-án még fölmet, és ott álltunk a tó partján, ott volt az én édesanyám, nővérem, 2 gyerek, álltunk kint a tóparton, és így néztük a békával a tűzijátékot, és mondom, hogy béka, most tényleg legyünk őszinték, nyilván a 6 meg az 5 éves azt csorgonyállal, táltott szájjal állt, és nézte a tűzbombákat, és minden meg olyan tök szépen lövik föl, mert a tóról, magáról lövik a tűzijátékot, és akkor a partról tudod nézni, és mondtam neki, hogy csak én megöregettem. És mondta, hogy egyrészt igen, már nem vagy olyan, mint régen, másrészt meg, hogy tényleg jó, igen, fikkert, kókacit. Igen, azt hagyjuk, ahelyett, hogy tűzbe lobognál te is, hogy én nem éreztem azt a nagy varázsát ennek a tűzijátéknak. Lehet, hogy egyébként ez azért is van, mert a korunkból kifolyólag azért még egy picit kötelező jelleggel azért végignéztünk már vagy 20-30 tűzijátékot, vagy így, vagy úgy, vagy a helyszínen, vagy a televízióból, és akkor már egy kicsit így megfáradt ez lehet. A történet. Én annak örültem ezzel kapcsolatban, hogy nem volt semmi gond az időjárásra, hogy tök jó idő volt. Gyakorlatilag nem maradt el semmi, nem volt hála jó Istennek semmiféle tragédia, meg a felesleges parák, meg feszültségek is így nyomtalanul múltak el, úgyhogy szerintem így ebből a szempontból tök jó, de biztos vannak, akik szeretik, meg szerették. Nem tudom, hogy mekkora buli ez még.
A tűzi játék? Hát nagyon sok, szerintem egy csomó ember jött. Tízezrek, százezrek álltak megint a Dunaparton. Igen, igen. Hát volt egy olyan év, amikor valami egy millió embert. Attól függ, ki számolta. Melyik oldal? Hát de, érted, a számolás nem az a lényeg, hogy haza tudsz menni a végén, az a lényeg. Olyan egy millió emberre is tippeltek, már volt olyan tűzi játék, amikor. Nekem például volt egy ismerősöm, akik Zala megyéből jöttek. Tök gyerekkori haverom, megálltak nálunk, aztán mentek tovább tűzi játékot nézni, és mondjuk ők úgy időzítettek, hogy úgy is mentek haza Újkígyósra, ami Zalából Újkígyós van egy rövidebb út is, de azt mondták, hogy ezt megéri. Egyszer meg kell nézni. Ha most figyelj, nekem is lehet, hogy a srácok azt mondják egyszer, hogy menjünk, nézzük meg Budapesten a tűzi játékot, akkor majd velük megnézem. Én magam nem vagyok rágyógyulva, na ez a lényeg. Tehát ennyi. Meg tudtuk oldani, úgyhogy ne legyen. Úgyhogy azt mondja, hogy akkor augusztus 20-a ez volt. Azon a környéken még voltam fönt, azt hiszem, hogy az utolsó adásunk után fölmentem a várba, fölkeroztam, és ott voltam. Bringával. Aha, persze fölmentem. Hát igen, picit aznap sokat tekertem, úgyhogy gyakorlatilag már így a Szarvascsárna magasságában hazafelé már ilyen izék, ilyen betonlábak voltak a testemhez rögzítve, de minden is az érdekes, hanem az, hogy ugye hivatalosan akkor mutatták be a nagy közönségnek az ország tortáját, illetve az ország cukormentes tortáját. Az ország tortája az idén a Somlói Revolúció lett. Aha. A cukormentes torta az pedig a csokis kaland. És a csokis kalandhoz mondjuk olyan értelemben volt közem is, hogy én benne voltam a zsűriben, azok között a nagyszerű emberek között, akik eldöntötték, hogy mi legyen ebben az évben az ország cukormentes tortája. Egyébként meg én vagyok a névadó. Úgyhogy, igen. Hát, hogy csokis kalandnak. De, hát gratulálunk, akarta. János, keresztapa legyen. Miért nem mondod ezeket? De hát, mert Balázs tudsz érdekli, úgyhogy nekem meg elmondok ilyen megszólalás közösséghoz. Várjál, csak megpróbálom beleképzelni magam a főnök helyébe. Ilyen szar nevet, hogy a csába lehetett választani egy torták, hogy csokis kaland. Büdös frac, semmi ez a... Szóval meg egyébként is legyen benne. És nagyon jól sikerült. Tényleg nem csak azért mondom, mert hogy valami közön volt hozzá, hanem azért is, mert beszélgettem cukrászokkal is, ők is azt mondták, hogy szerintük nagyon rendben van a dolog. Végre két olyan torta győzött, amik nem ilyen újra, azok is nagyon jók voltak, ezek az újra gondolások is, meg ez a feltaláljuk újra a mit tudom én, a kereket, tehát igen, mit tudom én, a kölest, vagy ilyesmi, szétszedjük össze, és két olyan torta lett, amit az emberek szeretnek. Egy csomó cukrászdába voltam már azóta, és hát nagyon sok helyen már ott is van a pultban, tényleg tessék elmenni, tessék megkóstolni, és imádják az emberek. Mind a kettőt. Ez hogy van, hogy mondjuk én megnyerem a Kovács cukrászat, vagyok Karancslapújtőn, jelentkezem a versenyre, megnyerem az ország cukormentes tortáját, a nem tudom, a lapújtői csokissal. Volt az, most mondtam valamit, és amikor én megnyerem, akkor nekem szét kell küldenem a receptet, az, aki igen, kéri. Igen, igen. Hát aha, gyakorlatilag ezt nyilvánosan ezt így szétszórják az országban, és mindenhol, minden is cukrászdában ez alapján, a recept alapján kell elkészíteni. Aha. Tehát, hogy itt nincsen olyan, hogy ebből kevesebbet, abból többet, nekem ez így ízlik, nekem ez úgy ízlik, én ebben egy picit nyomja, egy kicsit hú, hát ez talán egy picit sok, ez meg kevés, ilyen nincs. Szóval ugyanúgy kell csinálni. Minden. A recept alapján. De jó, a recept jó alapján kell csinálni, és akkor így gyakorlatilag az ország összes pontján, az összes cukrászdában ugyanolyan csokis kalandot meg Somlói Revolúciót fogyaszthatsz. Vertétek egymást a zsűriben, már úgy értve, hogy így verbálisan, hogy meggyőzzétek hát a másikat? Hát lett volna olyan, akit megkértem volna rá, de... Ha, innen, erős ja, Antóniát innen csokkoltatom. De hogy egyébként... egyébként vita van? Van. Van, persze. Jó, mondjuk a Jókutival nem könnyű dönteni bármiről. Meg a Zsófival. A Zsófi még szerintem könnyebben jut valamiféle konszenzusra, de a Jókuti, ha elhatároz valamit, az nem lesz más, mint amit ő akar. Figyelj, a többé-kevésbé ugyanabban az irányba húztuk a szekeret, mert hogy mindannyiunknak az volt a célunk, hogy egy olyan, egyébként szerintem már évek óta alapvetően ez a cél, hogy egy olyan cukormentes torta legyen, amit hogyha bemész a cukrászdába, és veszel egyet a gyereknek, aha, és megkóstoljátok, akkor nem jön le, hogy ez a cukormentes, hogy nem érzed benne a mellékiszt, hogy nincsen benne az, hogy hát ez olyan diabetikus formácska, nem, hanem ez egy szelet torta. Aha. Egy szelet torta, ami mondjuk abban különbözik a többi tortától, mondjuk egy hasonló csokis vagy csoki tortához képest, hogy fele annyi szénhidrát van benne. Fele annyi kalória, teljesen egyértelmű, ja, ez egy alapvető szempont. Fogyókúrázóknak ajánljuk. Simán. Szeretettel, simán, hogy azért mégiscsak legyen. Na, ha a várba fölbiciklizel, az tőled az 30 kilométer, szerintem. Hát 40 20. lett a vége. De oda-vissza lett 40. Persze. Akkor 20. Persze, aznap egy 40-est beleraktam. És csatakosan beestél az eredmény hirdetésre. Spagetti lábaimba. Aha, igen. Kértem is egyébként, hogy ha lesz róla fotó, akkor ezt
mindenképpen írják oda mellé, mert elég furán néztem ki ott át izzadt trikóval, miközben a többi zsűritag meg ott állt így izében a Armaniba. Vagy hogy jó. Bringázásra jut eszembe, ma reggel M7-es autópálya, Velence, Budapest főközlekedési útvonal, megy előttem egy a fekete, aztán fekete színű BMW személygépjármű, ami ugye a tetején szállította a hétvégén használatos kerékpárokat, szám szerint 3-at, de egy rövid idő elteltével már csak 2-t. Már csak 2-t, mindezt előttem, gyerekek, én ilyen halálfélelmem életemben nem volt. Tehát, hogy aki most indul, és most éppen most húzod meg a spanifert, légy szíves, nézd meg még egyszer, mert képzeld, hogy megy a kocsi mellett, még szerencsé, hogy másik sár, én a külsőbe mentem, ő a belsőben, ugye hát márka hűen ki hol halad a dologgal, és úgy mentünk kicsit így egymás mögött, én voltam hátul, és megnéztem, majd milyen jó fejek, bringázni voltak, viszik hozzák a biciklit, és egyszer csak a háromból az egyik fogta magát, azt hiszem a balszélső, fogta magát, és elindult hátrafelé. Ajjaj. És mi marha nagy szerencsé, hogy senki nem volt a csávó mögött, én le tudtam húzódni a szélére, szerintem észre se vette, próbáltam rávillogni, nem értett semmit belőle, úgyhogy az lerepült a bringa, és marha nagy szerencsé, hogy senki nem jött mögött. De mert azért az meglepetés, amikor a szélvédőben landol egy kerékpár. A rögzítés az egy külön mesterség, hát ugye a klasszikus történet, talán már mondtam már, amikor az Európark elől, a határútnál lehet kikanyarodni az üllőire, onnan az Ad irányából, vagy ahogy a Nagykörös irányából, aha. És egyszer ott kikanyarodott egy nagyobb fajta teherautócska, aminek a tetején nem volt, vagy legalábbis hanyagul, vagy kicsit lazábban, szellősebben volt rögzítve egy Esztergagép. És megindult, és egy kis polszkinak az elejére rácsúszott. Jézus. Véletlenül nem volt túlságosan nagy roba, gyakorlatilag a kis polszkinak a fele tűnt el, és az volt a szerencséjük marhára, hogy pont minthogyha nem tudom. Ilyenkor hiszél az ember azt, hogy az embernek van őrangyala, mert hogy a sofőrnek az égvilágon semmi baja nem lett, de hát, hogy a kis polszkiból pol lett, vagy ski. Tehát, hogy a fele gyakorlatilag megmaradt, még felismerhető volt az autónak a márkája, de onnantól kezdve csokolom. Tehát ez az ember ott újjászületett. Azért azt képzeld már, amikor hát becsúszik a hátsó. Igen. Van. Vétve ugye az elejére. Hol vagytok hátul, hol vagytok? Jó Isten. Hát ha figyelj, az ott ráesik a delikvensre, aki vezet, annak vége. Azért. Annak vége. Júj, te kemény. És tudod, jaj Istenem, nem húztuk meg a három régi gurtnél volt, na jó, van visszaváltásra minden jó. És az nem is úgy van, hogy aztán visszadobod. Igen. Az kell egy pár ember. Jó, de kevés. Na úgyhogy nem tudom, szerintem a bringa már nem heverott, mert én már nem tudtam megállni, mentem tovább. De annyira nem volt jó, hogy megállj és feldobj. Nem mondtam meg, hova dobja fel ezen az autót, de nem is úgy pattant, szerintem valóban leesett az árokba, az emberünk majd otthon fogja észrevenni. Van még egy pici időnk, na, akkor még azt mindenképpen mondjuk el, hogy a bringázással kapcsolatban ugrott be most itt a kis téma, hogy azért volt nekünk itt a hétvégén egy Ironmanünk a fővárosban, amit a fővárosiak nyilván észrevettek, hiszen azért elég sok útlezárás volt egyrészt. A városban másrészt meg olyan hírverés előzte, meg joggal mondom, hogy az elképesztő, és hát gyakorlatilag történelmet írt a Kropko Péterék a hétvégén, irgalmatlan mennyiségű ember, irgalmatlan mennyiségű sportoló és néző volt, ugye a Kopaszigát is környéken volt az egésznek a központja, és hát ne felejtsük el, hogy ezen a versenyen váltóban indult egy Klassz FM csapat is. Sajnos nem lehetünk ott, én ezt egy picit bánom, már akkor is bántam, amikor kiderült, meg most így utólag is bánom, mert hogy azért hatalmas buli lehetett, viszont volt három olyan kedves hallgatónk, aki vállalkozott, hogy minket képvisel majd a Klassz FM-nek a színeit, és majd közülük az egyiket fel is fogjuk hívni ma adásban, és mondjuk így előjáróban azért elmondanám, hogy hát nem, hogy nem hoztak szégyent a fejünkre, egyébként akárhanyadikok lettek volna, nyilván tökre örülnék neki, hogy ott voltak, de hogy 13-ok lettek, 70 csapatból. Igen, 70 csapatból. Hú, de jók vagyunk, gyerekek, ez az, mi megcsináltuk. 13-ok, igen, ott vagyunk, megcsináltuk, köszönjük, hogy hívnak benne, nem tudjuk, Sebestyén Rákóczi, de semmi közünk nem volt hozzá, ők viszont királyok voltak. Hát csak mondom, hogy volt benne például egy 29-es félmaraton, meg mondjuk 33 km/h átlagsebesség 90 km-en, tehát hogy itt... Ő szokott bringázni akkor, néha, ugye? Igen, néha felül. Néha itt nem háttal ült fel. Jézusom, nagyon jók vagyunk, a legjobb embereinket küldtük el, a legjobb embereinket, de tényleg. Az úszás eredményről nem tudok mit mondani, mert ott nem tudom, hogy ott nincs viszonyítás alapon, mert én nem tudok úszni. Hát három közül ugye nyilvánvalóan Balázs úszott volna a legjobb
pókárásban, ha akart volna, hiszen ő valószínűleg ilyen hátúszásban, vagy hogy hívják, vagy levegő nélkül, vagy nem tudom, egy hívják ördögszekérben is leúszta volna, de nem úszta le, és de ott is azt hiszem, hogy egy nagyon jó eredmény született. Főleg azért, mert egy testvérpár egyik tagja volt, és ő is rendszeresen úszik. Csak hát két mondat megint, és utána beszéljünk a jó oldaláról a dolognak. Utána veszek levegőt. Ne nyugodtan, hogy megint mi történt ebben az országban, ahogy elkezdtem olvasgatni ilyen Facebook bejegyzéseket és internetes bejegyzéseket, hogy azt még soha senkinek nem jut eszébe ebben a városban, hogy tudom, hogy ezt most egy hétvégére a bizonyos útvonalakat tönkretett, és nem lehetett autózni augusztus 20-a után, amikor már a gyereknek kell biztos venni a táskát meg az irodaszert. De hogy nem próbálunk meg örülni annak, hogy megint csináltunk egy olyan rendezvényt, ami a világ nagy vérkeringésében így sportilag benne van, hogy egy csomó ember jön ide, hogy itt volt a bahreini király, vagy melyik valamelyik királynak a fiai, hát gyerekek, az is az, majd meséljük-e, mert óriási sztori, most láttam képeket is róla. Láttam is őket egyébként. Én értem, hogy téged marhára zavar az, hogy nem tudsz a kocsiddal egyébként egy sportversenyen keresztül menni a várom. Tehát, hogy nagyon megértem, meg el kell menni a Tesco-ba kenyérért, ezt is megértem. De hogy itt volt 2000 ember, akik neveztek. Igen, az 2000 egyéni induló. Így van, 2000 egyéni induló, de hogy egy... Mit? Mi az, hogy minden hétvégén van egy ilyen? Most ilyen nem volt még, Laci. Hát de akkor nézzél rá az internetre, hogy merre van lezárva. Az autós. Mondja ezt egy angyalföld. Mondja, de az angyalföldön nem volt hallod, lezárás. Hallod, ez nem azon a környéken volt, ahol te ez egy Laci, vagy ha ott ébredtél, akkor egy picit... Hova mehettél volna? De akkor került ki. De tényleg, ennek már én mondjuk ennek örülnék. Nem legyen itt semmi. Legyen rend, nyugalom. Hadd lehessen menni a bevásárló kocsival a izébe. Nem lehet követni azt, hogy a Laci. Szóval mindegy, én nagyon büszke vagyok rá, úgyis, hogy a mi csapatunk, ugye, tehát mi magunk a 13-ak lettünk. Erre nagyon büszke vagyok, hogy tényleg felejtsük már néha ezt, hogy csak a bosszankodás. Nyilván, igen, ez egy város, amit próbálnak élhetővé tenni, próbálnak egy csomó olyan dolgot beletenni, amiért jön a külföldi, aminek van híre. Szerintem ez most pont az volt, amit a korokkorék csináltak. Meg ugye triatlonban, az Iron Man, az gyakorlatilag a non plus ultra. Igen, ennél feljebb nincsen. Ez mindenhol a világon egy irgalmatlanul nagy brand, és ebbe a brandbe beletartozni, ott lenni, sőt, csinálni, meg rendezni, ebben a városban szerint ez egy szenzáció. Na, aki nem hallotta a híreket, csak még egy mondat erről a bahreini király fiairól, akik 50 testőrrel érkeztek külön sátorral, akármicsoda, és az történt, hogy a nagyobbik fiú, hát sajnos a testőrség lemaradt. Kiderült, hogy a nagyobbik fiú egy ős tehetség a mind a három sportágban, és elindultak testőreikkel együtt, ugyanabban a mezben, tehát hogy senki ne tudja, hogy ki a király, érted, mert elindultak, elkezdték tolni, elkezdték húzni a dolgot, és az úszásnál még valahogy megvoltak a fiúk, ám a kerékpározásnál a főnök elhúzott. Képzeld el azt a pánikot, ahogy téged tudod, hogy az igazi főnökör az ugye otthon van, mert ők a királynak a fiai. Tehát a kis királyok, és képzeld el, hogy apa megbízta az testőrség parancsnokát, hogy na, elszahít fiam, elmész a két gyerekemmel, azt nagyon vigyázzál rá, és látod, hogy sprintel el a herceg. És már csak a hátát látod, és eszedbe jut, hogy ezért le fogják vágni a nem tudom mimet, mert elment a főnök fia. Nagyon kemény. A lényeg az, hogy egyébként állítok, nagyon szimpatikus volt, a hapsi nagyon rendesen beszélgetett mindenkivel, lehetett fotózni is, és hogy csúcsot futott ő is. Igen, egyéni csúcsot döntött. Én láttam egyébként őket, mert hogy kim voltunk szombaton is, meg vasárnap is, szombaton csak nézelődni, meg regisztrálni, vasárnap meg a kislányom futott. Úgyhogy ő is letudta élete első így futóversenyét. Persze, ügyes volt, okos volt, szép volt. Azt hiszem, hogy ebből a háromból, azt hiszem, hogy mind a hármat az anyjától örökölt, a negyedik most nem jut az eszembe. A kitartást az tőled, a futásra való kitartást. Szabadon láttuk egyébként a herceget, és érdekes volt egyébként. Néztem, hogy mondom, motorral vezetik föl, motorral vezetik le, mondom, elmondtam virágok. Nézd, már brigát lopott, mindjárt elkapják. De nem. Pontosan 6:30 van, jönnek a hírek, és utána pedig metal zenei perceink következnek, mert ugye amikor a főnök nincsen, jól megérdemelt szabadságát tölti, akkor mi azért lubickolunk egy kicsit a zenében, mi lesz a napi rockunk. Van egy szuper grup, úgy hívják őket, hogy Adrenaline Mob, és ők feldolgozták a Rainbow Kill the King című számát egyszerűen szenzációs formában, ezt fogjuk tudni meghallgatni.
Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 9 perc múlva lesz reggel 7 óra. Könnyed hajnali ébresztő muzsikánkat hallottátok, és aki esetleg nem lett volna velünk 6 után, az ebből tudja, hogy nincs a Balázs. Így van. Mi így volt van. Ez még egyszer? Azt mondja, hogy ugye egy klasszikusról van szó, a Rainbow zenekar Kill the King című számára, amit az Adrenaline Mob dolgozott fel. És azért nem kis dolog egy Richie Blackmore szerzemét, amiben eredetileg Ronnie James Dio énekelt, szinte egy az egybe hozni, csak éppen egy picit jobb hangzással. Hát szerintem nem érzi ilyenkor az. Tehát, hogyha jó a feldolgozás, akkor nem érzed azt a hiányt, nem. Hogy jaj, miért nem a Dio énekel, miért nem a Blackmore gitározik, mert hogy ez legalább ugyanolyan. Sőt, talán még ugye hangzásban meg egészen más. Még ez még nem elég, írja nekünk Feri, illetve Jani. Ezt még talán Balázs is szerette volna, mert ismer azt hiszem egy Rainbow albumot. És az rajta igen, van ez. Meg rajta. Ilyen is létezik nálatok? Jó, kérdezi valaki. Igen, ilyenkor létezik. Most holnap és holnap után is lesz 6 és 7 óra között egy erősebb hangvételű dal. Na, és talán még 8 óra hangessággal is becsúsztatunk. Elméletileg bele fog férni majd. Az is. Miskolcon a Gömöri felüljárónál rendőrautóból mérnek Bálint. M3 204-es kilométer trafi tisztelettel Voyager. Jó reggelt, hosszú pályiban, a Nagy utcában Fehér Suzuki-ból trafiznak. További szép napot mindenkinek. Kuci. A 82-es főút M1-es csomópontban baleset, tehát 82-es és M1-es, még tart a helyszínnel és alakul a torlódás. Kigyulladt egy autó a csepeli bekötő úton, Csepel felé nem maradt belőle sok. Zeng az ének, szó az 54-es úton Jakabszálláson sugárkezelés. Kindi írta nekünk. Köszönjük szépen, jöhetnek a közlekedési információk, és bár nem szóltunk a félhetes hírmagazin előtt, hogy lehet jelentkezni fekete-fehér, igen, nem lesz, nagyon sokan ez megtették. A múlt héten két játék volt mindösszesen, az egyik egy debreceni játékossal helyben, a másik az már ugye rendes adás környezetben, és 2-0-ra vittük a hetet. Szerintem ez szép egész jók vagyunk. Egész jók vagyunk. Ezen a héten egyet kell hoznunk nekünk, az elkövetkezendő 3 napban, aztán jön Balázs, és akkor majd megoldja. Persze. Úgy felszálló ágban így van. Így van, jó, mi is kipihenni magát majd addigra szerintem. Élményekkel teli, kiírtottan nézsz, hogy de nagy lesz az. Így van, itt lesz reggel, és megkérdezem, hogy mi volt veletek, semmi velem se sok. Jó van, ne is beszélgessünk. Inkább játszunk, de most megnézzük, hogy ki a játékosunk. Verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Na! Minden eddiginél gonoszabb volt. Szevasz, Szabi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! Azt mondják, hogy Szeged a napfényvárosa. Hát jelenleg nem az. De azért, mert még korán van, vagy azért, mert felhős? Hát korán is, mert kicsit felhős. Aha, az nem. Igen, a déli megyékre írtak ma még esőt. Egyébként a többi helyen az napsütés. Itt például nálunk már remek idő van, eltekintve attól, hogy egy teljes verép család fagyott oda a Fradi pályafém szerkezetére. Tehát, hogy a hideget kivéve egyébként nincs rossz idő. Mivel foglalkozol? Hát még tanulok. A nyári csinált utolsó hete, meg diák munka van most nyáron. Ezt mindig utáltam, az utolsó hetet, mert az már olyan, hogy még Szabi van. Figyelj, még szabadság van, de azért anyád már mondja, hogy becsomagoltad, de a könyveket nyilván Szabinak már nem, ugye te nem általános iskolás vagy? Nem, utolsó év, gimi. Gimi utolsó év, tehát neked már azért annyira ez meg ugye sokat változott, lazult a helyzet. Anyád már mondta, hogy csomagold be a könyveket, még ez nincs, meg akkor el kell menni, a köpeny már nem jó rád, fiam, vegyünk még egyet. Szóval ez már nem volt nyaralás. Nekem legalábbis. Koedukált a suli, vannak csajok is? Akkor már látod, hogy egy-két van a suli, vannak csajok. Vannak csajok is egyébként az iskolában? Olyan, vannak. Na jó, van. Hát akkor figyelj, azért nem olyan rossz. Tehát, hogy a végén már azért várod a szeptembert, mert kíváncsi vagy rá, hogy mennyi gömbbe jöttek. Azt mondjuk igaz, hogy fejlődött egy nyáron az állomány. Hát azért. Mi volt a diák munka, Szabi? Ilyen csomagolás. Ilyen nyomdába. Dobozok összerakása. Aha. Nem olyan gáz. És az egész nyarat végig nyomtad? Vagy az utolsó hónapot, az elsőt? Az első hónapban dolgoztam egy ilyen áruházba leltározni, és most talán 2 hete vagyok itt ennél a nyomdánál. Ja, hogy 2 melót is bevállaltál akkor. Ez mire kell? Tandíjra kell? Már az egyetemre készülsz? Vagy csak így nem volt kedved nyaralni annyit? Hát lett volna kedvem nyaralni, hát kicsit tandíj, autó, ilyen
Jó az. Nagyon okos. És nem is rossz meló. Vagy legalábbis nem rosszabb, mint hogy mondjuk dökutakat takarítottál volna. Szerintem az egyen rosszabb. Tehát, hogyha így mondjuk így ideállít a szelém, hogy ma délután nem megyünk el valahova melózni, és azt mondod, hogy menjünk csomagolni egy nyomdába, vagy egy dökkútra. Igen, előtte még lezuhányzok. Na, ha bár nem is. Menjünk utána. Ne húzzuk az időt. Szabi, kivel szeretnél játszani? Janik szeretném. Jaj, de kedves vagy. Nyilván, hogyha mondjuk lennem Balázs, akkor belejátszottál volna, hiszen a kedvenc férfi nevét viseled, a Szabit. Hát megint rajtad van. De Csabi is nagyon kedvelő. Na akkor figyeljetek, lehet kezdeni. 3-2-1, tessék. Jó Szabi, szeretnél kérdezni, jó reggelt neked is. Természetesen szeretném. Parancsolj. Futottál ebből 4-5 napba? Futottam, azt mondja, hogy fért bele egy ilyen 12 kilométer talán. Hát nem gyengel. De kell, hogy sajnálom, ha megtalálnám a... Tessék! Hát nagyon szépen köszönöm. Jani! Szabikám, mi van veled? Ebbe csúnyám. Biztos lett volna még, tovább akartad ezt gördíteni, hogy te is futsz, ugye? Edzőtem, de szoktam futni időben, futópadon. De az se rossz. Mindig egy olyan pici kis emelkedőt bele kell plantálni, mert akkor egy ilyen 1,5-ös inciclinét. 1,5-ös inciclinét? Így van ráírva a padló. És akkor egy kb. Olyan, mint hogyha vízszintesen futna az ember, de hát mindegy, ez van, sajnos ez már nem derül ki. Igen, soha nem fők meg tudni. Szabi, mondanám, hogy sajnálom, ahogy szoktuk volt ezt apostrofálni, de az egy pont az a Jánosé, az az a miénk. Meg is érdemli. Nagyon szépen köszönöm. Jó. Akkor neked kitartást még erre a hétre, azért próbálj egy hétvégi bulit még beiktatni, és utána pedig az érettségi előtt kemény belehúzás van ugye az utolsó évbe. Én emlékszem az én utolsó, hogy belehúztunk, te jó Isten. Szabi, vigyázz magadra, szevasz, köszönjük Szia. Szépen. Sziasztok. Jó volt, Jani. Jó volt. Megvan az első pont. Megvan az első, akkor most már van 2 nap pihenünk, azt elveszíthetjük, és akkor Bazsi, ahogy te mondtad, majd csütörtök pénteken rendelkezik. Hozza a kötelezőt, az elvárhatott tőle. Megérkezett egyébként időközben már a társműsorvezetőnk, meg fogjuk kérdezni, hogy mit szeretne fogyasztani, inni, enni, reméljük nem drágát. Hát ami az automatában van. Ami az automatában van, a büfé még nincs nyitva, úgyhogy 7 óra után a híreket követően kiderül, hogy ki a mai vendégünk. 2 perc múlva lesz 4-8, jó reggelt, sziasztok, ma holnap után Balázs még Szabin csütörtökön jön, Jánossal tartjuk a frontot, és természetesen tartjuk a frontot majd 3 olyan nagyszerű emberrel, nagyszerű férfival, akik például a Fekete-Fehér Igenemben játszanak. Tehát, hogy ugye, erre mondom is, köszi a lehetőséget, sajnos elbuktam, de ez van majd legközelebb, jó, a műsor nagy élmény volt, és Annának kívánnak itt valamit, mi a boldog születésnapot, nagyszerű, átadtuk, kérlek, olvassátok meg, mert megérdemli, hogy hallgatók ezrei köszöntsék fel. Nagyszerű dolog, ezt köszönjük szépen, átadtuk. Ő volt ugye Szabi, a mi játékosunk. No hát akkor miután a játékosokról már ennyit beszéltük, akik tényleg nagyszerűek, és férfiak és nők lesznek egyaránt, hát akkor nézzük, hogy mivel főzünk ma. Gönci Gábor! Hey! Várjál, megtalálom! Jó reggelt! Sziasztok! Hello! Megmondom őszintén, hogy már ugye mi a múlt hét elején elkezdtünk agyalni azon, hogy ki az, aki méltó arra, hogy ide beemeljük ebbe a stúdióba. Mindenki is szabadságon volt, akire gondoltunk. Így aztán te jöttél. Nem, eszünkbe jutott az, amikor egyszer vendég voltál nálunk. És akkor úgy döntöttünk, hogy most megpróbáljuk, hogy milyen az, amikor hosszú távú műsorvezetővé avanzsálsz. Köszönöm szépen, én pedig elmondhatom, hogy nagyon sok műsortól kaptam megkeresést erre a reggelre, tehát keresett a BBC, voltak egy repülőjegyet is küldött, de azt mondtam, hogy nekem itt van már egy saját helyem, egy saját asztalom, úgyhogy sziasztok, jó reggelt a hallgatóknak, és örülök, hogy itt lehetek. Meg ugyanabból az alomból szerettünk volna választani egy tojást, amiből Balázs is ugyanaz. Ez is benne volt a dolgban. Te rádióztál egyébként valahol, vagy csak a tévé? Képzeljétek el, hogy pont ez jó alkalom volt arra, hogy végig gondoljam. A pályám kezdetén, ez olyan 12-13 évvel ezelőtt, itt ugye 17 éve van a fókusz, én kezdettől fogva ott vagyok. Olyan 2-3 év után, hogy elkezdtem ezt, nagyon szerettem volna kipróbálni a rádiózást, és... akkor még volt egy rádió, mondhatom, mert már nincsen, ez a Star
FM, Star Rádió, emlékezik, ilyen régi zenéket játszott. És én ott hajnali hírszerkesztő lettem, valami rejtélyes oknál fogva, segítettek benne páran, akiket akkor már így ismertem. De azt nem mondták, hogy ez egy szakma hírszerkesztés. És képzeljétek el, hogy és akkor volt ez a 4.30-as kelés, 5-kor már benn voltam, szerkesztettem a híreket, arra is emlékszem, hogy ez itt a és akkor még otthon laktam, anyukám mindig fölkelt velem, képzeljétek el, csinálta nekem a reggelit, és akkor mentem be, és úgy jelentkeztem be, hogy Gönczi Gábor vagyok, ez itt a Star FM, a Sztárok rádiója. Tényleg ez ahol a hírek 5 perccel korábban érkeznek. Tehát ez volt a bejelentkező szlogen. És akkor elkezdtük, hát gyerekek, én ezt egy 3 hónapig bírtam. Tehát nem, egyszerűen nem. Én egy esti gyerek vagyok, aha, nekem az életemben minden este történik. Igen, koncertek, a szex világ. Szóval szerettem. Egyébként az volt az első élő történet az életem, ugye én akkor riporter voltam még a Fókuszban, tehát nem volt sem olyan élő műsor, ahol kipróbálhattam volna magam, ahol olvasnom kellett, vagy ahol improvizálni kellett, bármit is. Nagyon jó gyakorlat volt, de egy 3 hónap alatt belebetegedtem, híztam vagy 10 kilót, nem tudom nálatok ez hogy volt annak idején. Hát csak én nézd. Aha, én is hisztem 10 kilót, eredetileg 42 vagyok. De most már följött 50 fölé. És ez azt hiszem, hogy valahogy még a Jó reggelt Vietnám című filmnél jött nekem ez a fejlővés, hogy majd egyszer lesz egy rádió, ahol bemondom, hogy Jó reggelt Budapest, good morning Budapest. Nem mertem. Meg hogy mi jön utána, tehát hogy az ugye Robin Williams ezt nagyon jól csinálta, utána 5 percig nem lehetett lelőni. De hogy azt mondom, Jó reggelt Budapest! És utána és akkor mi van? Aha. Akkor mi van? Tehát itt mit elfogytál egy Budapest, és minden az a nálunk 5 perccel korábban vannak a hírek, erre a szakma egyébként, ahol többi rádió mindig azt mondta, vagy 55 perccel később. Hát igen, jogos. Ez is jó. Úgyhogy volt egy ilyen, nagyon szerettem, de pont nekem 3 hónap ebből a történetből. Most mikor kelsz, vagy mikor keltél volna? 7-kor kelek egyébként, most 5-kor fölkeltem. De nem kell föl 7-kor? Hát este van a műsor, jó, tudom, hogy be kell menni hozzá, mert azért is szerkesztitek is, tehát, hogy nagyon komoly meló van mögötte, nem csak odaállsz, és fölolvasod a híreket, amiket a kezedbe adnak. Igen, nem sokan tudják azt, hogy én ugye felelős szerkesztő is vagyok a Fókuszban. Reggel 9-kor elkezdődik a műsor összerakása, tehát mi ott 20-30-an összejövünk a riporterekkel, aha, van a felelős szerkesztő. De nem nyilván földobod a lábad az asztalra, hátrad összeretek, rágyújtok egy babóra. Bemegy, körbe túrja az asztalt. Mi ez a szar? És ez mit gondolsz? Meddig dolgozol még itt? Tehát takarodjatok innen mindannyian! De főnök, azt maga hagyta itt tegnap. Igen, nagyjából, és akkor megnézzük ugyanígy a híreket, mint ahogy mindenki más szerkesztőség. Riportereink szépen kirajzanak, elmennek forgatni, visszajönnek. Ez egy egész napos meló, és akkor estére elkészítjük tűzforrón a műsort. Tűzforrón. Figyelj csak, 17, ugye azt mondta, 17 éve. Nem unod. Nem, de most tök őszintén. Rettenetesen ez lett volna a válasz, hogy mindenki annyira. Tehát nem azért minden 17 nap éves robot, az gyakorlatilag, még akkor is, ha tudom, hogy ugye abból a szempontból, én mindig ezt szoktam mondani, amikor bennünket kérdeznek arról, hogy minden nap fölkezd 4:30-kor, minden nap ez, hogy annyira változatos témában, hogy mindig valami más van, új impulzus éri az ember, tehát hogy nem unalmas. Mitől lenne az? Igen, az azért, zenélni 24 éve zenélek, tehát nálam ezt is aha, azt meg kérdezni, hogy te, hogy meg nem. Hogy van az idő, és még mindig nem megy. Igen, nagyon durva, van olyan dal, amit 17 éve zenélünk, és, vagy játszunk. Igen, tehát az érdekes, hogyha szereted, amit csinálsz, egyszerűen nem tűnik föl. Tehát most belegondolok, úristen, tehát van olyan gyakornokunk most a Fókuszban, aki nem járt még iskolába, amikor mi már ezt a műsort készítettük. Nagyon durva. Nem tűnik, tehát egyszerűen nem tűnik föl az idő múlása. Nem vették fel soha, hogy a kora miatt. És Gabi bácsinak kell szólítson téged. Egyébként van olyan, aki nem mer letegezni az elején, amikor megismerkedünk. Aha. Jó napot kívánok. Jó, hát a szakmai alázat. Meg a Gábor elvárása, tudod. Tehát nem engedi közel magához őket. Figyelj, és nem iréded egy picit azokat, akik mennek itt terepre, te meg mindig bent állsz a Blue Boxban, és így felkonferálod azokat az egyébként sokszor nagyon izgalmas anyagokat, és nem csak azért mondom, mert te is mész ki nyalni akarok, mert én is emlékszem egyébként
két vagy három ilyen anyagra az elmúlt 15 évből. Hogy, de most komolyan, hogy nem irigyled őket? Még azt látod, hogy mondjuk valamelyik kollégád, akivel egyébként a hét minden napján találkozol, ott van mondjuk az Everesten? Hát van bennem ilyen, de azért én ebből lenyomtam 10 évet. Tehát az első 10 év nálam a fókuszban az erről szólt, hogy reggel bementünk, kellett vinni a útlevelet, mert nem tudtuk, hogy adott esetet, tehát volt olyan reggel, amikor két órával az értekezet után egy magángépen ültem a Dávid Kornéllal, és mentünk egy spanyolországi edzőtáborba, de ezt reggel még nem tudtam. De volt olyan, amikor bementem, és akkor volt egy barnaszén bányában egy baleset, és len voltam nem tudom hány száz méter mélyen egy barnaszén bánya alján. Ez egyébként óriási, de totálisan kiszámíthatatlan. Tehát ez nem az ellenem, egy rossz anyagért? Ez nem hiányzik ez a része? De azért lenyomtam belőle 10 évet, és az nagyon kemény 10 év volt. Nem azt mondom, hogy elég, mert ez egy csodálatos dolog. Tehát tényleg eljutottunk a világ meg az ország olyan pontjaira, amire soha az életben nem mentem volna el. De szerettem volna egy kiszámíthatóbb életet, olyan 30 fölött már. És akkor ez most pontosan az. Tehát azzal foglalkozom, amit imádok, mert nagyon-nagyon szeretem ezt, ami még mindig nagyon-nagyon érdekel. Ugye állandóan változik a világ. Hát milyen érdekes, amikor az elején elkezdtük, akkor még 3-4-en ültünk a stábautóba, vittünk 2 tonna motyót, fölállítottuk, úristen, egy interjú. Ma kimegy a kollégánk, és egy telefonnal fölveszi az interjút, elküldi valamilyen formába, 2 perc múlva berakjuk adásba. Tehát van olyan, aki azóta az adás alatt... már ember a Holdon, elvesztetted a szüzességedet. Csomó minden történt. Csomó jó dolog. De azért ez milyen már? Nagyon nem? Nagy. Nagyon vagy amikor élőben nézünk egy forradalmat, gyereket, nagyon durva, megkeresünk valakit, aki ott van benne a közepén, felhívjuk élőben, és elmondja, hogy figyelj, itt lőnek a fejem fölött. Azért ilyet nem tudtunk még 10 évvel ezelőtt csinálni, és ez marha érdekes ezt ott egy asztal mellől kitalálni, hogy oké, akkor most keresünk egy olyat, most azt fölhívjuk, most az bejelentkezik, most nem tudom. Egyébként azt is kevesen tudják, a fókusznak a fele az adás alatt készül el. Hát múlt héten úgy elindítjátok, és akkor ott igen, írunk egy adásmenetet, de nem készülnek el az anyagok. Kerestek egy város környéki ilyen homokbányát, hogy a sivatagi felvételeket meg tudjátok csinálni. Egyébként ez, na, ennyi kulisszatitkot elárulhatok, hogy ugye minden adás végén beajánlunk valamit másnapra, és az nem olyan, mint egy rádió, hogy beszélünk róla, hogy majd holnap reggel. Na, arról mert az olyan, hogy csak itt beszélünk róla, hát figyelj, arról elmutattunk egy képet. Arról kell mutatnunk képet, mozgóképet. De ugye? Ez az anyag akkor még nincs meg, csak jelzel a szerkesztőknek, hogy na, ez legyen mondom, meg én ezt a témát szeretném, és akkor jó, honnan lesz hozzá képünk, és akkor ez megint egy ilyen feladat. Szóval ez borzasztó izgalmas, ezt most csak arra mondom, hogy elég nehéz megunni. Na majd a Csilla kicsempész a TV2 archívumában. Nem, meg lesz. Egyébként szerintem most ebben a másodpercben kerül fel a Facebook oldalunkra az a fotó, ahol Tatár Csilla és Gönci Gábor együtt vezet műsort. Mert ott fölötted. Micsoda? Ott fölötted. Szoktuk nézni. Várjál, mutatom, így néz meg, így néztek ki együtt. Tényleg ott vagy. Figyelj, nagyon jó. Egyébként nagyon jó. Ezt képzeljétek el. Na, ez nagyon durva, mert ugye a Csilla 4:30-kor kell minden reggel, hát én meg olyan 7 körül. És rajta még nem látszik. Rajtad ez az egy nap is. Már én most borzasztóan nézek. És amikor van olyan, hogy fölkelek, a Csilla akkor búcsúzkodik. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ez csodálatos napok. Akkor végzett a napon. Igen. Te és akkor igen. Én meg megyek be, és akkor hazaérek, ő már addigra ugye azért eléggé elfárad. Van olyan, hogy már alszik, mire hazaérek. De hát azt mondják, hogy ez a hosszú házasság. Nem lehet egyszerű, ilyenkor mit csinálsz, megfordítod? Jaj, nehogy elfelejt szívem az oldaladat. Ja, na, ha már erről elkezdtünk beszélgetni, ugye egyrészt az ellentétes időbeosztás is érdekes, de ami sokkal érdekesebb a ti kapcsolatotokban az, hogy két külön kereskedelmi csatornánál dolgoztok, ahol, mint tudjuk, nagyon kemény ilyen információs top van, hogy a másik felé ne menjen ki. Tehát vélhetőleg az az egy óra, amit ő még ébren tölt, kicsit már álmosan is beszélgettek, az nem lehet szakmai. Igen, ez érdekes. Ráadásul ő ugye akkor kapja meg a másnapi témáit, amikor én ugye hazaérek, tehát neki abból föl kell készülnie. De képzeljétek el, hogy alapvetően ez működik most már 9 éve, ez a dolog. Egyrészt van bennünk egy diszkréció, tehát amit ő elmondhat, azt már tudhatja más is. Amit sok esetben van olyan, hogy amit
amit nem mondhat el, azt még ő sem tudja. És akkor van az információknak mondjuk egy ilyen 5%-a, amit tud, de nem mondhat el. És akkor azt én se pedzegetem. Szóval... De tudod például a laptopjának a kódját? Meg tudod nézni az e-mailjeit? Igen, nézzük az érdekes, hogy ez az elején ez ilyen furcsa volt, meg mindig gondolkoztunk, hogy úristen, majd a főnökeinkhez mit fognak szólni. De valahogy ez ilyen szépen kialakult, és soha nem volt ebből gond. Mm-hmm. Meg a konkurencia nagyon... úgyis az aznap esti fókuszból állítja össze a holnapra. Hát várjál, hétfőn, ha kezdesz, akkor ők vannak előbb. Látod, most ez megy, és hát majd este lesz a... Igen, olyan egyébként volt... Ezeket az anyagokat már láttad pénteken a íradóban az ERT. Mint a Mr. és Mrs. Smith-be. Tehát olyan egyébként volt, hogy nagyon vadásztunk egy-egy témára. De érdekes, ugye a Csillát is nagyon érdekli a saját munkája, engem is nagyon érdekel, és akkor van egy pici kis rivalizálás, aha, hogy na nekünk ez megvolt. Volt nagyon, hogy haza mentél föl, megint csak a földobott láb az asztalra, kis Csillag repörögjél rajta, lenyomtuk. Lenyomtuk, és csak nekünk, és csak nálunk. És akkor megkérdezett, ezt hogy csináltátok? Hát mi ezt, mit tudom, vadásztunk erre a témára, vagy erre az emberre. És akkor mondtam, hogy hát figyelj, most konkrétan ezt az embert ismertem, és mondjuk fölhívtam telefonon, és akkor csak miattam, vagy csak nekem. Na, és ilyenkor ez fordítva is működik. Nincs az, hogy ő azt mondja, hogy nekem viszont ez tegnap reggel tök jó lett volna, és miért nem dobtad át? Te szemét. Mégiscsak együtt élünk évek óta. Érted? Azt mondtad, szeret. És amikor megkérted, hogy akkor ezt nem teljesítem többet. De olyan van, hogy azt mondom neki, mondjuk délután, hogy na majd nézd meg az esti fókuszt. És akkor van benne az, hogy mi lesz benne, és akkor mondjuk tényleg tudom azt, hogy mondjuk az egész média vadászott valakire, de én mit tudom, én letudtam, vagy aha, a kollégáim letudták szervezni, és akkor erre mi marha büszkék vagyunk. De ugye az a jó, hogy ő is nagyon büszke arra, amit csinál, én is, nekem nyilván az a legfontosabb neki, ez a legfontosabb, tehát igazából meg szoktuk beszélni a dolgainkat utólag, aha, tehát azt szoktuk, ő is ugye készít interjúkat, és akkor néha kéri így este, hogy te figyelj, ezt nézd meg, szerinted ez milyen, vagy én is adás után, ő megnézi a mi adásunkat. Hogy ez az Ámor jó volt a Smile koncerten. Az egy másik téma, tehát a Csilla körülbelül 5 éve nem látta a zenekart. Gondolom, mondja már. De előtte megnézett 4200-at, igen. A ti életetek az hogy alakult? Tudom, hogy ez a felkészületlenség ne továbbja, amit most sugárzok magamból, hogy ti már összejöttetek, amikor elkezdtetek két külön tévében dolgozni, vagy dolgoztatok már külön-külön, vagy együtt, hogy volt ez? Igen, de én már nem emlékszem arra az életemnek, arra a korszakán, amikor nem volt fókusz. Tehát én mindig ott dolgoztam. Szerintem 2 éves korom Csilla voltam. Csilla, te a fókusz előtt vagy után? Várjál! De a Csilla, ő már dolgozott, riporter volt. Riporter volt, és mi úgy találkoztunk, hogy egy esküvőn összekeveredtünk, egyébként megjegyzem, azonnal összenéztünk, tehát hogy ez egy ilyen... Tehát mind a kettőtöket külön-külön... Meghívtak egy esküvőre, én egy gyerekkori barátként voltam ott, ő pedig rokonként. Aha, és akkor valahogy egymás mellé ültettek bennünket. Gábor, én tudtam, zenét, hogy ő ott dolgozik. Én mondtam, a férj meg az anyakönyvvezető. És rögtön összenéztünk, hát itt már azért ketté megy a történet, mert szerintem ő szúrt ki engem. Mindig a nődön. Igen. De azt hiszem, hogy egy csontot, te így emlékszel? Ellenállhatatlan voltam, aha, ő pedig ennek, igen. És aztán utána kergetőztünk 2 órán keresztül, és akkor ebből lett. És aztán ő évekkel később lett műsorvezető. Aha. De már ő hát akkor tévézett. Hát hátadon kapaszkodott föl. Igen. Aha. Hát, hogy igen. Hát, természetesen így van. Nem. Érdekes, hogy ő egyébként akkor volt 21, amikor őt megismertem. Én akkor voltam 30. És akkor ő mondta, hogy majd hát ő is szeretne majd egyszer műsorvezető lenni, és tényleg 3 évvel később már műsorvezető volt. Nagyon durva. Ő nagyon megcsinálta magát. Igen? Elképesztő. Hát igen, mert párhuzamosan dolgoztuk egymással, így nehéz is egyébként úgy, hogy a főnökeid nem szokták nehezményezni, hogy nem viszed el a párodat soha egyetlen céges rendezvényre? Egyébként meg elvihetnéd? RTL-esre nem. RTL-es parti van, amit úgy hirdetnek meg, hogy gyere a pároddal együtt, akkor te nem. Szia, Gábor, és ki a lány mellett a skálaszatyorral a fején? Mélyítsd el a hangodat, nem én vagyok. Tehát RTL-es buliba nem viszem el, de egyébként
mindenhova más, tehát mi megjelenhetünk együtt, ezzel nincsen probléma. Volt már olyan beszélgetés a főnökeiddel, vagy neki? Mert emlékszem például, amikor én összejöttem a gyermekeim anyjával, mi ráadásul még egy cégnél is dolgoztunk, és ott az volt, hogy na, ezt így nem lehet, mert akkor, ha majd nem szeretitek egymást, valahol akkor... ezt nem szeretik. Igen, nem szeretik. De hát ráadásul ti meg konkurencia is. Nem szóval volt, volt egy ilyen beszélgetés, hogy Gábor, oké, hogy összejöttetek, sok boldogságot kívánunk, de akkor semmi szakmai otthon, semmi olyan, ami kikerülhet. Figyelj, az, azért nem, szerintem én ebből sokkal több problémát csináltam magamnak, mint amit rám raktak volna valami terhet a főnökeim. Nem magadtól köptél. Gyerekek. Hogy ezt magatoktól is érzitek, hogy mit lehet, meg mit nem. Meg még van egy nagyon fontos egyébként, erre is kevesen gondolnak, hogy egyébként sok információt mi se tudunk addig, amíg az egy nagyon titkos dolog. Tudod? Aha. Tehát például a cégen belül van... Hogy én is egyébként fókusz szerkesztőként, akiknek dolgom lesz majd a történettel, én is akkor tudom meg, mielőtt mondjuk fél órával azért, hogy kimenne a sajtóközlemény. Tehát az, hogy milyen műsorok lesznek, abban mi fog történni, az mikor indul, azt én majdnem a sajtóközleménnyel együtt tudom meg, mert azt egészen a utolsó pillanatig három ember tudja. De ha nagyon akarna Csilla, akkor ki tudna belőle szedni információkat, nem megvannak az eszközei, amikor oda vagy láncolva, bilincselve az IKEA ágyhoz, és egy golyó van, és kivesz egy gumicsontot a szádból. Hát akkor persze. De nem, szóval ebbe sokkal több titokzatosság van, mint ami valójában egyébként lecsapódik a mindennapjainkban. Egyébként meg próbáljuk persze túlélni, azért egy pár vagyunk, egy szerelmes pár, vagy egy házas pár. Na most melyik? Várjál, most melyik? Most a szerelmes pár vagy a házas? akiknek egyébként fontos, hogy legyen magánélete, tehát azért nem mindig tévézésről beszélgetünk, de egyébként sokat beszélgetünk róla, mert mind a ketten nagyon szeretjük ezt a szakmát, tehát sokat beszélgetünk róla. Én elmondom a véleményemet nyilván róla, ő elmondja róla, meglehetősen kritikusak. Majd utána külön alszatok, világos. Meglehetősen kritikusak vagyunk. Te véleményed az micsoda? Nézd meg a nézettség adatokat, Csilla. Na jó, meg ezt lefekszem, mert hol. Nem lehet szerencsére, nem lehet össze. Az igazi érdekesség az lenne, hogy egy sávban dolgoznátok. Igen. Ugye, igen, hogy te igen, fókusz, igen, meg aktív. A Fábri mondta egyszer, hogy ebben a családban mindig jó a nézettség. Tehát valakire mindig jó kedve, mert nem kell, vagy lehet jelentkezni az Óven bácsi Beru néni játékra. Nagyon sokan kérdezik, hogy Gábor hoztál magával azt, amit néha el szokott hagyni. Egyébként itt van azon ül. Ettől teljesen csak kész. Csak a fél hoztam, a másik föl trezorban. Ezt Sebestyén Balázsnak köszönhetem. Tudom, nem csatoltam föl. Aki egy picit kivetít azért általában a kritikák, azok pont arról szoktak szólni, hogy az ember kivetíti valaki a saját problémáját. Azért én is láttam már egy-két olyan nadrágot Balázson, amiben szemmel láthatóan nem tartózkodott semmi. De erről most nem beszélünk, biztos valami napos helyen sütteti a fenekét, szóval a játékra lehet jelentkezni, lehet küldeni a közlekedési infókat, a hírek után jövünk vissza. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 4 perc múlva lesz 3:48, a ma reggeli sztárvendégünk este, ja nem, reggel 10-ig, Göncz Gábor! Jó reggelt! Vagy ma fókuszban? Tessék? Vagy ma fókuszban? Nem, ma nem. Akkor maradhatsz 10-ig. Hogy fog örülni? Szani Roli, Vágó Piros. Ki tud pótolni? Hát pótolhatatlan vagyok, de Barabás Évi egyébként. Na, az mondjuk jó. Ő mondjuk jó, hogy egész igen. Pontosan így szeretjük. Évit szeretjük. Igen. Mi így váltogatjuk egymást. Van egy kérdés, illetve ez többünkben is megfogalmazódott már, és nem tudom, hogy beszéltél le róla valaha még, vagy valaha már hogy, valakinek. Hogy nem death metal zenekarod van, miért ez a rákábélasztal? Miért ezt játszátok? Miért ezt a porza? Nem, ez nem igaz. Igen. Már csak azért sem mondhatom ezt, mert egyszer magam is sztár vendég voltam a Smile zenekarban. De mekkora bulit csináltunk együtt. Nem? Ez lényen nagyon jó, hogy gyere játszál, mondom, nem akarok, hát ti jó zenészek vagytok, én nem akarok. De jó volt. De mekkora bulit csináltunk. Nem ezt akartam kérdezni, hanem ami egy nép ajkán fogalmazódott már igen. Meg, hogy mikor lesz gyerek? Váratlanul ért ez a kérdés. Igen, engem is. Igen. Hagy válaszoljak helyetted. Ebben a kérdésben Janit kértem meg, hogy válaszoljon. Több hát, hallgató írta, hogy nézd meg a Balázsékat, ők már a más, nem mindig. Igen, 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 igen. Csak egy pár kapcsolatban, egy pár életében, előbb-utóbb ez felmerül ez a kérdés. Egy gyerek, nem gyerek. Mi ezt várjuk. Nyilván nyitottak vagyunk a kérdésre, és várjuk. De azt mondta, hogy tenni is kell érte. Micsoda. Ezt a kérdést senki sem mondta.
voltam. Várjuk, csak úgy nem ilyen. Várjuk természetesen, hát egy igen, tehát egy ember életébe kell, mind a ketten nagyon gyerekcentrikusak vagyunk. Én azt gondolom, hogy az idő elérkezett, úgyhogy várjuk, hogy megtörténjen. Haragszol, hogy ezt megkérdeztem? Nem, de egy kicsit váratlanul érti így korán reggel, de nem, hát persze. Jó, ennyi, csak a hallgatók is érdeklődtek, én is gondolkodtam. Feri aggódik, érte? Tehát, hogy ő is azért a lemez B oldalán van. Te se leszel már fiatalabb, lassan leérnek a petéid. Ha leérnek a petéid, a bokádik. Gondolkodtuk rajta, hogy melyikünk hordja ki, tudod? Egy gyalogalap, vagy egy reklámszatyorba lehet, hogy én... Meg tud csinálni. Jó, akkor ezt elengedjük. Okay, látod, mennyire bízik meg tud csinálni. Elengedjük a dolgot. A hétvégén képzeld el, nem tudom, hallottál-e róla, Iron Man verseny volt Budapesten. Bizony. Hallottam, az egy közösségi oldalak dübörögtek ettől. Előbb arra gondoltam, hogy... A lelkiismeret furdalásom az egekbe szökött. Csinálunk egy közös Focus Morning Show csapatot, de aztán rájöttünk... egy váltót veled. Egy váltót. Miért? Ringázni tudsz, futni tudsz, úszni? Melyiket vállaltad volna ez? Hát igen, szerintem még mindig futnék egyébként. Tehát, és Göncsi Gábor az utolsó métereken egy hete fut és próbálja teljesíteni. Tudod, hogy két ember lehet sztár, az, aki először fut be, meg aki igen, egy nappal később igen. Hát igen, szóval én nekem a sport az kimerül ebbe a színpadi ugrálásban, tehát én nem találtam meg a sportban azokat az örömöket, amiket mondjuk Jani szoktalak ugye hallgatni erről, hogy olyan élvezettel beszélsz róla, ugye az endorfinról, meg ami veled történik, amikor futsz vagy mászol. Vagy, igen, a Feri élvezete hallgatja is. Fel. És engem ez nem talált el, képzeljétek de nem el. Is, de nem is álltál oda, hogy eltaláljon, ugye? Tehát, hogy amikor el akart találni... Lehagoltam az utolsó pillanatban, úgyhogy nem talált el. Én régen sportoltam, én judoztam gyerekkoromban. Egyébként... Ja, bocsánat, nem veszem őtet egy régi vicc. Nem mondd már, hogy nem judoztál. Nem, judoztam. Nem. Sőt, 85-ben a Magyar Bajnokságon bírói döntéssel lettem második. Azt nem csinál. Majdnem magyar bajnok voltam. És mennyibe igen. Került az édesapádéknak a bírói döntés? De hogy? Nem volt akkor éppen röplabdaedzés? Vagy nem, az én súlycsoportomban csak hárman indultunk. Ki? Apukád küldött el cselgáncsozni? Vagy hogy? Igen, lementem egy edzésre, és tehát ez a nagy sportág választó, akkor még nem volt ilyen, de a szüleim elvittek különböző sportokra, és a judo nekem nagyon megtetszett. Olyannyira megtetszett, hogy én ezt versenyszerűen elkezdtem csinálni. Ezt csináltam 5 évig. Ez komoly. Igen, és eljutott. Tehát a karrierem csúcsa, a csapatbajnoksága, aha, azt megnyertük. Máha ez karrier. És magyar bajnokságban meg, igen. Te király, volt egy elvitek sport. Csapatbajnokságra. Kéne még valaki. Nem vagyunk meg. Gyere. Ki az ott a sarokban? Hát ugye ebbe az a durva, hogy ugye 10 éves voltam akkor, és hát az 53-as súlycsoportban indultam, ugye. Tehát ott nem voltunk sokan egyébként, de hát akik voltak, azok volt olyan, aki 60-70 kiló volt 10 évesen, nagyon durva, tehát az, aki ott akkor már szumozhatott is volna ekkora súlya. Kinek a korosztálya? Tehát, hogy mondjuk, hogy itt Európa bajnokokban gondolkodunk, hogy világbajnok, hogy magyar cságáns nagyságokban. Bújkó Tamás volt fölöttem 2-3-ban. És csúnyán megvert mindig edzésen. Csák János. Igen, ő bezárt a zuhányzóba, igen, a mások az megkanalazott, igen, egyszer. És emlékszem, hogy mindig jöttek NDK-ból csajok, ott volt egy női szakosztály, és mindig mi láttuk őket vendégül. És ugyanabba az öltözőbe öltöztek, de addig nekünk a másik zugába be kellett kucoroznunk. Na most de az volt az NDK-s csajok. Gábor, já. De volt egy pici kis luk, ami lehetett nézni, ahogy zuhanyoznak. Annyi szörf még soha. Vagy ez már nem az a kor volt, ahol szedni kellett a tablettákat? Hát gyerekek, azért az NDK úszónőkről emlékeztek. És atlétákról. Igen, de most ezek NDK judós csajok voltak. Abban azért fókuszanyagot lehetett volna csinálni, amit ők beszedtek annak idején, úgyhogy nem volt ez a kérdés annyira mellékes. Hát az volt gyanús, hogy megvertek bennünket, tehát a magyar judós fiúkat megverték meg, az NDK judós csajok. És ápap is léptek. Csak azért kérdeztük ezt a sporthoz való hozzáállásodat, mert a Morning Show a hétvégén csodálatos 13. helyen zárta az Iron Man. Ott voltunk. Versenyt mi magunk megtettünk. De ti is futottatok?
futott majd. Én futottam a hétvégén, de nem ott. De nem de ott. Ugye úgy alakult, nem úgy alakult, sajnos, hogy nem tudtunk kiállítani egy csapatot, tehát hogy a hárman szerettünk volna alapvetően indulni. De ketten szerettünk volna, egy meg nem. De... Igen, de máshol kellett pókjárásban valamit teljesíteni Balázsnak, és akkor meg Ferének is volt valami tevékenysége. Én meg a gyerekre koncertáltam alapvetően, mert ő is de akkor mozgott. Kinek köszönhetjük ezt a 13. helyezést? Hát igen, helyezést, na ez a csapatkapitánynak már is jár az óriási taps, aki itt van velünk a vonal túlsó végén. Koncz Dávid! Szevasz, Dávid! Sziasztok, jó reggel! Szia, Dávid! Na, szóval volt egyébként Gábor kérdésére válaszolva, volt jó néhány olyan kedves hallgatónk, aki azt mondta, hogy szívesen képviseli a csapatot, minket, hogy nem maradjunk szégyenben. Tehát Dávid egy hallgató, aki becsatlakozott. Hát igen. Három hallgatót szedtünk össze, ebből kettő felszívódott betegség és egyéb dolgok miatt, de aztán sikerült ezt bótolni Dávidnak. Dávid, végül is hogyan állt össze ez a gyönyörű csapat? Volt egy úszósrác, végül is a hölgy helyett ugrott be, akit már ugye adásban is meginterjúoltatok annó, megvállalta az úszás részt. Lebetegedett sajnos. Igen. Igen, és utána a bringás tűnt el a verseny hetében, és akkor én végül is vetettem fel az ötletet a kolléga nőtöknek, hogy a testvérem beugrana szívesen a ilyen család, érted? Igen. Ilyen család. Úsznak, futnak, bringáznak, amit kell. Egészen amit kell. Figyelj, gratulálunk saját magunknak ezt a remek ötletet, hogy átpasszoltuk nektek, mert mi még most is ott kullognánk valahol, ahogy ugye Gábor is mondta, hogy most érne be, hát nálunk ugyanez lenne a helyzet, és egyben meg szeretnénk megköszönni a kiváló teljesítmény. Milyen volt a versenynek a hangulata? Mert azért ez egy különleges dolog, egy nagy táv, egy ráadásul egy gyönyörű városban, Budapesten megcsinálni. Ti hogy éreztétek magatokat? Szerintem nagyon jó volt, nagyon gördülékeny volt a szervezés is, nagyon jó volt itt rajthozálni. Mi is nagyon örültünk ennek az eredménynek végül is, tehát nagyon, nagyon jó sikerült. Bocsáss meg, Dávid, mi az eredmény? Micsoda, mi az eredmény? De úgy, hogy tehát, mi az idő? Tehát itt, ja, itt, azt, is, azt is mondjuk mindenképpen, de azért csak jelzem, hogy 70 csapatból 13-ak lettek. Ez tehát, hogy azért az, az hogy nagyon durva. Ez mennyi idő alatt, mi kellett ehhez? Egy nagyon kevés 5 órán belül, 4 óra 58 perc alatt teljesítettük 3-an. 49 másodperc is volt a végén. Igen, igen. Hogy volt ez a, mondd légy szíves a távokat, a hány kilométer ebből meg abból? Volt 1,9 kilométer úszás az elején, azután 90 kilométer bicikli, és a végén fél maratonnal zártunk. És a végén egy fél, tehát amikor már érted, amikor azt mondott, és akkor még egy fél maraton. Jó, de hát váltóban csinálták, érted? Mondom ezt úgy, mint én bármelyiket megtudtam. Jó, mondjuk a bringázást esetleg. Szóval nagyon-nagyon szép teljesítmény. Volt-e közös ünneplés a végén? Hát mondjuk, tehát a tesódban nyilvánítál egy valamit, egy kakaót, vagy nem tudom mit. Igen, volt igazából, tehát, de semmi különösebb dolgot nem csináltunk akkor este, úgyhogy elég elfáradtunk a végére, és az úszósát pedig haza is ment, mert ő nem budapesti volt. Nagyon szépen köszönjük nektek tényleg még egyszer. Természetesen számíthatok a közeljövőben egy fullos, mindenféle szempontból felextrásított Klassz FM-es Morning Show-s ajándékcsomagnak az érkezésére, és hát megmentettétek a becsületünket, tényleg le a kalappal előttünk. Mi köszönjük a lehetőséget. Ha lesz legközelebb, indultok helyettünk? Nem a fókuszba is vállaltok ilyet? És bérversenyzés. Bérversenyzés. Ez tök jó. Bérversenycsapatot indítunk, ezen túl minden ilyen verseny. Nem? Dávid, megígérem, hogy megpróbáljuk magunkat összeszedni a következőre, és akkor ott leszünk mi is, de most köszönjük nektek nagyon, úgyhogy gratulálunk még egyszer, a 13. hely tényleg csodás a 70 csapatból. Jó, és küldjük az ajándékot, hogy megígértük. Szevasz! Hello, hello! Ja, apropó, ha már ajándék. Ugye a ma reggeli vendégünkkel kapcsolatban is volt egy kérdés, a Facebookon Laci föltette, hogy ki az az illető, akinek sosincs itthon a feneke, vagy sosincs, nem haragudj. Így van. És Tatár Csilla nevű budapesti hallgatónk nyerte. Aki megtalálta otthon a trezorban. Átküldted neki a képet? Átküldted. Mert csináltunk ugye egy közös fotót, ahogy ő híreket mond éppen, vagy bocsánat, műsort vezet, és te pedig itt ülsz nálunk. Igen, egyszerre sose dolgoztunk még. Látod, a Morning Show elintézi. A Morning Show megcsinál, a Morning Show megoldja. Most azonban már is folytatjuk Óven bácsival és Beru nénivel. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a bucka lakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Jó reggelt, Norbi!
Jó reggelt, szevasztok, srácok! Jó reggelt! De imádlak, micsoda hangulat! Így kell ezt hétfő reggel. Úristen, nagyon jó, el sem hiszem, hogy bekerültem. Ez már nekem számomra Amerika, Jézusom. És még a Gönci Gabi is itt van, óriási vagy. Gabi is, hello Gabi, jó reggel, szevasz Jani. Szia. Üdvözlök mindenkit. Én Norbi, én imádlak. Tehát lesz, ami lesz a játéknál, azt gondolom, hogy Jánossal ezt megengedhetjük magunknak, ilyenkor mindig vigécek vagyunk, mikor nincs itt a főnök, hogy a tiéd az ajándékcsomag. Persze. Komolyan, esküszöm. Figyelj, te jogázol, vagy még nem vettél haza a buliból. Mi ez a hang? Én is jókedvű szoktam lenni, de azért te nem vagy piskóta tekercs. Az igaz, az biztos. Te kávé előtt vagy után? Még kávé előtt vagyok. Nem is kávézom ráadásul. Hát erre szerintem ne is járulhatod. Norbi, honnan hívsz bennünket? A 19. kerületből. Nem. Majdnem itt van mellettem a Jani. Bizony. Majdnem Lőrinc. Ha Lőrinci lennél, akkor azonnal bontanánk a vonalat. Jó, már is mutatjuk, hogy mit csinál Lóven bácsi és Beru néni. Figyelj! Felvételről nézik a 20. tűzi játékot. De szép. Vagy az ukránok rá vannak, ukránok fölött. Aha, ja, igen. Érdekes párhuzam, Norbi, de nem baj az. Meghallgatjuk, hogy mit énekel valamelyik kisöreg. Hát, mennyi idős vagy, Norbi? Úristen, 26. Hát, nehéz lesz kitalálni. Én nagyon csíptem. Ezt meghallgathatnám még egyszer? Ezt a játékot? Megmutatjuk még egyszer a nótát. Oké. Kicsit hosszabb is volt. Kis Csini, énekes lány gitára a nyakába állt a mikrofon mögött. Igen? És imbolygott így jobbról balra, balról jobbra. Meg arra gondoltam, milyen jó lenne fentről, lentről fel. Igen, együtt imbolyognánk. Meleg lesz. Ismeredszel, fölismerted, Gábor? Hát, a papírról mi? A papírról felismerted. Oké, szerintem próbáljunk meg egy kicsit hosszabbat. Jó, most azért, mert odaígértem az ajándékcsomagot, most már ne lazázzunk. Oké. Jó, mutatjuk a hosszabbat. Na, egy picit. Most már megvan. Hát nincs, azt hiába dúdolom. Meleg. Nem, Bilics Pipő. Ez nagyon jó. Hát szerintünk te vagy nagyon jó, Norbi. Ezt kész vagyok. Figyelj, így örülni a semmin. Mi a foglalkozásod? Mit dolgozol? Én egy ilyen csendes társ vagyok, a bátyámmal együtt csinálunk egy személyzeti büfét, ráadásul személyzeti büfét csinálunk, de nem vagyok konkurencia. Aha, te egy hangos társ vagy szerintem, de figyelj ide. Azt hittem, azt mondod, hogy zenei szerkesztő vagyok a Juventus-t. Nem tudom, srácok, ez nagyon figyelj egy kicsit, a Gábor segít. Hogy tovább dúdolni se tudnád egyébként. Nem akarod, hogy átérni rögtön. Úristen, hát nem utal vagyok. Hát ez a smiley lesz, nem? Lőjének, ezt beszéltünk gitárról. Hát ez a gyerekek 10 rongyomba került ez a telefonáló. De megérte. A smiley-nak pedig csak egy saját száma van, az meg az adószámuk. Na, megmutatjuk az eredetet, figyelj, Norbi. Fogalmad nem lesz. Így ismerős. Ez milyen? Figyelj, ez egy Bengals szám. Ez nagyon helyes kis csajbanda volt, pici kis rockos beütéssel. Nagyon helyesek, aranyosak voltak. 80-es évek közepén volt az ő nagy-nagy fellángolásuk, mondjuk 3 szám erejéig. Zseniális. Hát ezek megfogtak most reggel. Ezek meg, kérlek szépen. Én is azt érzem, viszont akkora örömet szereztél nekünk ezzel a néhány perces bejelentkezéssel, hogy amit mondtam a beszélgetésünk elején, hogy adunk egy ajándékcsomagot neked, bármi lesz a játékkal. Tényleg. Tudjátok, mióta várok erre az ajándékcsomagra? Jézus úristen, hát már csak maga, hogy bekerültem, hihetetlen élmény. Viszont a jövő évi Iron Man-en ezért el kell indulnod. És képviselni kell. Csapatod. De egyébként terveztem, csak majd nem jövőre, hanem majd pár év múlva. Ráérsz még fiatal. Norbi, gratulálunk a játékhoz, nem, de az ajándékcsomaghoz mindenféle. Figyelj, te óriási, hogy kapalósorsért ne legyél, mert téged egy 1000 forintos nyeremény kinyír. Igen.
Az kéne egyébként, hogy a te számodat megadjuk minden búskedvű hallgatónak, és akkor néha rácsörök meg egy perces beszélgetésre. Mindenkit feldobok. Mindenkinek jól lesz a napja. Annyira fel fogja dobni a napadat. Jó csendes társasságot. Az neki nehezen fog menni. Szevasz, Norbi. Köszönöm szépen. Szevasz. Szívesen, szevasz. Óriási. Nem az az ideális csendes társ, nem? Egyébként nem, de figyelj, ez tök érdekes, hogy a hallgatók például, hogy játékra jelentkeznek, akkor nagyon nagy az izgalom, és meg is értem. Tehát egyrészt nyilván adásban vagy, másrészt kell a csomag, nagyon szeretnén, és olyan visszafogottan szoktak beszélgetni. Igen. És ez annyira jó hétfő. Nagyon jó arc, mindennek örül, csengetnek. A villanyszámlás! Mama, paprikás krumpli meg itt, király! Tehát mindennek örül. Na, 2 perc múlva lesz 8 óra, elmegyünk megint, meghallgatjuk a híreket, és utána pedig egy olyan embert látunk vendégül, aki személyes nagy kedvencünk volt, van és lesz is. Annak idején, amikor nekem volt szerencsém ott lenni az egyik boxmérkőzésen, ami egyébként aztán ugye nem úgy sült el, ahogy ő azt tervezte, akkor mi előtte behoztuk ide a stúdióba. Ő volt az a fiú, aki tényleg ilyen nagyon jó sportolói példát adott szerintem mindenkinek, és ezt most sikerült átfordítani egy nagyon jó emberi példára. Balzsai Károlynak hívják a fiatalembert, és bizonyára mindenki tudja, hogy nagyon komoly betegségen. Hihetetlen. Én még kimondani nem merem, majd ő mondja, van túl, akkor mégis kimondtam én, majd ő megerősíti vagy cáfolja. A legnagyobb izgalommal hívtuk őt föl, hogy vállalja ezt a felkérést. Ő azt kérte, ugye, amikor megbetegedett, hogy ha lehet, akkor egy picit az ő jelenlétét most a média mellőzze, ne keressék, próbálják meg egy picit így tapintatosabban kezelni az ő betegségét. Nagyon-nagyon nehéz időszakon van túl, ő is meg a családja, és nem szabad elfelejteni, hogy egy apukáról van szó. És hát most olvastuk nemrégiben azt, hogy kezdenek így jobbra fordulni a dolgok, és nem, egyáltalán nem voltunk benne biztosok, hogy el fogja fogadni ezt a felkérést, annak ellenére, hogy tudjuk róla, hogy mondjuk rendszeres morning show hallgató, meg hogy szeret minket, illetve viszont szeret minket, mert ahogy fel is mondtam, én nagyon kedveljük őt emberileg is, meg sportolóként is, de itt szerintem az emberi az fontosabb, és hát ma itt lesz velünk bent adás. Ne haragudj, hogy lecsaptuk a fókusz kezéről. Nem, nagyon várom vele a találkozást, mert mi is szerettük volna, nem erőszakosan, mindig felhívtuk, és megkérdeztük, hogy érzi-e már úgy, hogy kamera elé álljon, és akkor ezt ő azt kérte, amit Jani, te is mondtál, hogy úgy még ne. Igen. A gyógyulásban is szerintem nagyon fontos, hogy olyan körülmények között tud csinálni, tehát tényleg ne zavarjanak, és az meg jó, hogy ezt azért a sajtótiszteletben tartotta viszonylagosan. Igen. Csak a fókusz és csak a morning show hívogatja. Úgyhogy ő lesz a vendégünk 8 óra után. 1 perc múlva lesz 4:09, jó reggelt, szevasztok! Hát János, mennybe mentél, Isten vagy, de nem is fél Isten, teljes Isten. Igen, nagyon szeretik az új Avancsi számot, kedves hallgató. Ugye volt ma már egy reggeli rockzenénk, és akkor most így 8 után. Persze 8 után, így van. Balázs igényli egyébként, hogy 8-kor, vagy 8 után mindig legyen valamilyen kis szoftosabb, lájtosabb rockzene, és szerintem az Offspring az bőven belefér ebbe a kategóriába. De és szeretik a hallgatók. És szeretettel küldjük ezt a dalt a szabadságon lévőknek is, ha érted, mire gondolok. Az M7-esen a 130-as kilométernél Pest felé vezető oldalon egy személygépkocsi lángol, a forgalmat leállították, úgyhogy teljes útzár van. Itt megoszlanak a vélemények, 126, 129 és 130-as kilométer, vagy 3 autó ég még ez lehet, és reméljük, hogy senkinek nem lesz semmi baja. Ma reggeli társ műsorvezetőnk Gönczi Gábor egészen 10 óráig. Jó reggelt, sziasztok! És megérkezett az a férfi, akiről az előbb már beszéltünk, akit mi úgy szeretünk, akiért mindig úgy szorkoltunk az utolsó időkben, pedig itt az elmúlt időszakban pedig még inkább, ha lehetett. Balzsai Károly! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Hát figyelj, azt állapítottuk meg a Gáborral, mert Jani elszalt kávézni közben, de ő ugyanezt mondaná, hogy hála a jó Istennek nem nagyon látszik. Igen. Az a dolog, amin túlmentél. Hogy még egészségesen sem néztünk is, ahogy, mint te most. Jó, és én soha nem is fogok. Tehát, hogy bármit meg is tennék érte, én soha nem is fogok, de hogy nem látszik rajtad, egyrészt nem tört meg a betegség, másrészt meg azért így a testi adottságok. Hát nem azt mondom, hogy ugyanolyan vagy, mint amikor még ugye rendesen alakulok. Verted az ellenfelet, de azért nincs nagy baj? Vagy akkor van nagy baj? Vagy volt? Most már nem látszik rajtam. Azért kicsit megviselt, én június környékén azért elég ramaty állapotban voltam, főleg miután megkaptam a 6 kezelést, ugye közben nem is lehetett semmi mozgást végeznem. Nem azért, mert nem szabad, hanem által az orvosom azt kérte, hogy a sportolók mindig egy kicsit túlvezérelik magukat, és akkor a szívet azért túlterhelik,
és ezért inkább nem csináltam semmit, csak otthon táplálkoztam. Kezdjük az elején, mikor és hogyan derült ki? Ez nagyon korán, hát nem is korán, régen volt, ez januárban nekem lett, hogy a nyakamban nagyon megdagadtak a nyirokmirigyek, már annyira, hogy a rágásnál már éreztem, hogy az állcsontomat nyomja. Aztán nagyon belázasodtam, kiderült, hogy mononukleózisom van, és akkor 3 hétig karácsonyi ponty üzemmódban voltam, hogy így kikapcsoltak mindent, csak néztem. Ültem, feküdtem az ágyon, és csak néztem, annyi erőm nem volt. És azt mondták, hogy hát ennek már talán múlnia kéne, és akkor beutaltak ide a stadion másik oldalára a László kórházba, és rögtön egy nagyon szuper főorvoshoz kerültem, akivel elkezdtük ugye a kivizsgálásokat, és ahogy haladtunk előre nem is a kezeléseken, hanem így a vizsgálatokon, egyre nagyobb esélyszázalékot mondott, hogy nekem lehet, hogy ez a problémám és ez a bajom lesz. És szegény feleségemmel így mentünk rögtön össze, hogy hát hogy lehet ilyet mondani, mi az, hogy én biztos, hogy nem ők rákos, hát én hogy nem lehetek. Hát nem olyan 20 évig sportoltam, mert ez ilyen nincsen. És akkor jött a biopszia, ami nem volt jó, utána ültünk ugye a PET-CT-n, és akkor jött meg a szövet annak az eredménye, és akkor telefonban én kikönyörögtem a hölgytől, hogy de igenis tessék már elmondani, hogy nekem mi bajom van, mert nekem fogalmam sincs, hogy ez micsoda, és akkor mondta, hogy ez egy rossz indulatú linfoma. Mondtam, hogy köszönöm szépen, leraktam, és ugye elővettem a telefont, mondom, oké, és az mit jelent? Aha. És akkor ezt kiguglisztuk, akkor szegény feleségem hát ott összeomlott, és akkor hívtak be engem a PCT-re ilyen elővizsgálatra, és akkor a hölgy kérdezte, hogy cukorbetegségről cukorbeteg vagyok? Hát mondom, ideig nem voltam az, de ma reggeltől fogva én már semmi nem csodálkozom. És akkor mutattam az ujjam, hogy akkor csináljuk meg. Cukorbeteg nem vagyok egyébként, mint kiderült. És akkor megjött másnap az eredmény, hogy a lépemben, illetve a csontvelőben is van áttét, meg kompletten az összes, az egész nyirokrendszer tele van ilyen 2 centis gócokkal. És akkor bementünk az orvoshoz, mondta, hogy ez nagyon jó, hogy ezt el kéne kezdeni a kemoterápiás kezelést, mondtam, hogy mehetünk, és akkor átsétáltunk a nappali kórházba, ahol minket hallgatnak egyébként, és csokoltatok mindenkit. De drágák. Köszönjük, és mindig ott ül 10-15-16 ember, akiben különbözőféle ilyen vegyszerek és mindenfélék csöpögnek, és titeket hallgatnak, és próbálnak vidámat. A legjobbokat kívánjuk nektek is természetesen. És akkor oda átsétáltunk, és akkor elkezdtük a kezelést. Tehát azonnal még aznap be. Aznap én alig vártam, igen. Végre tudtam, hogy mi a bajom, és tudtam, hogy erre van megoldás. Ilyen százalékos arányt mondtak. Nyilván kíváncsi voltál rá, hogy mennyiség. Azt mondták, hogy ez egy borzasztó agresszív és nagyon gyors valami, viszont a legjobban reagál és a legjobban kezelhető. Mármint a kezelésre jól reagál, idézőjelben számunkra jól reagál, és jól kezelhető, és ilyen 80% körüli gyógyulást mondott az orvos. És az volt az érdekes, hogy nekem addig ilyen 40 fokos lázaim voltak, és ahogy megkaptam a kezelést, nekem este már nem volt. Sőt, 2 napul már ilyen izzadás, meg ez a hidegrázásom se volt, mert ugye mindig reszkedtem, rázott a hideg, mint akit az áramráz, és 40 fokos lázam volt órákon keresztül, és akkor ez 3 nap alatt elmúlt. És mondtam, hogy hát én meggyógyultam. Aha, akkor jött a visszaesés. Mondtam, hogy jó, oké, nem. Nem volt ilyesmi, utána megint 2 hétig jó volt az ember, és akkor megint kaptam a kemoterápiát, akkor megint 4-5 nap bezuhanás, és akkor megint jól voltam, és kérdeztem az orvosomat, hogy nem mehetnék vissza esetleg dolgozni, vagy valamilyen úgy mennék, és mondta, hogy hát, kis csoportos, 2-3 gyerekkel délelőttönként foglalkozhatok. Mondtam, hogy jó, ezt 3-4 napig betartottam, és akkor onnantól kezdve én délután, délelőtt ott voltam a Kásiban az edzésen, és azt hiszem, áprilisban már a Diák Olimpián voltam a gyerekekkel, és jártam versenyre. Tehát ugyanúgy nyomtad végig a kezelés. Én nekem az 4-5 nap, ami a kemoterápiám után volt, az nyilván otthon voltam, és egy kicsit így ki voltam kapcsolva, de utána én magamat összekaptam, és mentem edzést tartani. Engem leginkább az érdekelne, hogy ezt otthon hogy tudtad kezelni. Mert hát nyilván a szeretteidnek semmiképpen sem jó az, hogyha látják rajtad azt, hogy egy irgalmatlan belső vívódás, rengeteg kérdőjel, hogy nagyon-nagyon beteg vagy, egy kezelés és alatt állsz, aminek a végkifeletére még nem tudsz semmit, lehet jó és lehet rossz is, és nyilván azt nem akartad, hogy mondjuk ezt otthon ők, hogy ezt a hangulatot ők átvegyék. Ezt hogy kezelted? Nyilván főleg a lányoknak ugye az elején ez nekik nagyon furcsa volt, hogy hát előtt apa eléggé aktív volt, hát szinte alig volt otthon, és rohangált föl-le, és utána 3 hétig nem látnak más, csak hogy fekszem a kanapém, és nézőüzemmódban vagyok.
Nekik ez furcsa volt, főleg a nagyobbiknak, Hannának. Hát a feleségem az, hogy belül neki bizajlott, azt még máig sem tudom. Mm-hmm. Azt tudom, hogy néha átment az anyukájékhoz, és ott zokogta ki magát, ott borult ki. Előttem próbálta tartani magát. Érdekes mód, az első néhány hétben én tartottam a családba a lelket, hogy jó, oké, ezen túl leszünk, csak csináljuk és nem lesz semmi baj. Aztán voltak könnyű időszakok persze, amikor ők tartották bennem a lelket, és akkor így közösen valahogy így remélem kijöttünk belőle, de hát ez majd szeptemberben kiderül. Rossz volt a Hannának, körülbelül egy hónappal, két hónappal ezelőtt mondta el igazán a feleségem, hogy apának mi baja volt. Aha. Nyilván az oviből is hallott egy-két dolgot, megrémült, de ahogy látta, hogy én kikeltem onnan az ágyból, elkezdett nőni haja, meg minden azóta nem foglalkozik. De várj, mit hallott az olyba, hogy valamelyik hovonő, vagy dadús esetleg? Az a gyerekek egymáshoz beszél. Igen. Ezzel jött haza, hogy apa tényleg rákos. Te Karcsi, mondod ezt, hogy ugye jól voltál alapvetően a kezelések után, de nyilván ezt neked lelkileg is le kellett rendezni, és sok ilyet hallok, sajnos sok ilyet hallunk, ugye mindenkinek a környezetében van ilyen, ugye, hogy valamelyest valahogy a spiritualitás felé fordulnak az olyan emberek, akiknek ugye ilyenkor azért valami segítség, valami lelki támasz kell. Nálad volt ilyen, hogy elkezdtél olyan dolgokban hinni, vagy olyan dolgokkal foglalkozni, amiben korábban nem? Nem igazán, a saját magamba vetett hit az felerősödött. Én mindig nagyon hittem magamba, és mindig mindenen átmentem. Ilyen voltam nekem az amatőr korszakon, meg a profiba is rengeteg hullámvölgyem volt, amiből általában kijöttem. Ide soroltam ezt is, mondom, hogy jó, oké, ez is meg lesz, és át fogunk menni rajta. Facebookon természetesen kaptam mindenféle jó tanácsokat, indiai gyógyítótól kezdve, mindenhol el akartak engem vinni. Nyilván mindenki jó szándékkal, csak milyen mindenkinek tudtam rá válaszolni, de igazán nem változott semmi. És az, hogy értem, emberek... imádkozott a fél ország, meg mindenféle gyülekezet, és mindenféle mindenki... És azt nehéz kezelni ilyenkor, hogy az emberek tekintete feléd megváltozik ilyenkor? Tehát nem ugyanaz a hátba veregetés, nem ugyanaz a... Borzasztóan zavart. Ugye? Jaj, engem nagyon zavart, hogy sajnálnak. Aha. És azért is... Tehát megjelenik a tekintetekben valami. Igen, úri, ó, szegény, és én alig vártam, hogy ezt levetkőzzem, hogy ne az rám nézzenek, hogy úristen, itt van ez a szegény beteg ember, hanem a régi bajnok, a régi boxoló, aki most már edzés. Hát ez a szeretetből fakad. Igen, de a környezetnek is nehéz, mert megpróbálod eljátszani. Hát de hogy játszod el? Láttam egy fotósorozatot a Karcsiról, pontosan egy sajtótájékoztatóról, amin a Karcsi is ott volt, és nem volt szőr a fején. És így megláttam azokat a képeket, és nem lehetett, az az életerős, tetterős, kőkemény sportoló, aki bennem élt, aki bennem a Karcsi, meg az, akit a képen láttam, köszönő viszonyban nem voltak egymással, és így oda néztem, és mondom, úristen, hát ezt hogy lehet másképp kezelni? Igen, szóval, hogy a környezet ugye megpróbál neked erőt adni azzal, hogy ugyanúgy néz rád, de azért akarja, hát, hogy érezd, hogy közben megszorít. De olyan nem tudod hülye helyzet. Egyébként meg a környezetet sajnáltam magamkül, még igazán a családot sajnáltam, mert tudtam, hogy nekik ez borzasztóan helyez feldolgozni. Én tudtam, hogy ezen túl leszek, én bíztam magamba, és mondtam, hogy oké, én ezt áttolom, és nem lesz baj. Remélem majd a következő vizsgálatok is ezt fogják igazolni, amit én érzek meg amit én nagyon akarok, de nekik ez nagyon-nagyon nehéz. Azt volt, mondják az orvosok, hogy 30% vagy a gyógyulásban te magad. Tehát, hogy nagyon fontos, hogy ez te hogy állsz hozzá. Még egy nagy kérdés, az összes olyan ember, aki ilyen betegséggel szembesül, a miértet keresi, miért pont én. Tehát te itt vagy 30 évesen, egy nagyszerű sportolói múlttal, nyilván egészséges élettel, rengeteg sporttal, vannak a gyerekek, van a családod. Az első, amit fölteszel, hogy miért? Föltetted magadnak? Nem. Nem kérdezted meg, hogy miért kaptam most ezt? Nem, tényleg nem. Nem az, hogy nem érdekel, tehát most mit tudok ellene tenni? Amíg benne most, vagy már. Igen, most elkezdek itt rágondolni, hogy miért én, és akkor, ha ezt csináltam volna. Sajnos nem. Általában az összesen sérülésem, meg mindenféle olyan dolog, amiben így beleestem, az úgy megértettem, hogy jó, oké,
Nyilván elfogadtam, hogy aha, valamiért ez van, hogy miért van, az már nagyon nem érdekelt. Na lehet, hogy ez segített, lényegében nem? Tök mindegy, hogy miért. És ha tudom, aha, hogy miért van, akkor az jobb. Nem, hát, nem benne ne, vagy. Legalább akkor... van valami kapaszkodó. Mondjuk abban igazán van a Ferjének, hogy általában úgy szokott lenni, hogy mindig az ember azokra a rizikofaktorokra gondol, amiket nem sakkozott ki az életében. Azt mondhattad volna idézőjelben, hogy na, dohányoztam, na, ittam, na, éjszakáztam, na, kokszoltam, biztos ezért van, de te semmiért nem csináltál. Most tehát, nem mondhatod, hogy a négyben na jó, van. Na, gyerünk. Nem a négyről leszoktam már régen, úgyhogy... nem éreztem azt. Nyilván a stresszt mondják, rohanás, tényleg az előző évem az, az főleg, hogy abba hagytam a sportot, kezdtem átlépni a civil életbe, minden munkát meg akartam csinálni, mindenhol ott akartam lenni. Nyilván azért az univerzummal való viszonyom, illetve hát a anyagi rendezés, az sem tett ennek jót, mert ugye akkor mégiscsak a családot valahogy azért el kell tartani. Próbáltam még több pénzt keresni, szerintem csúnyán fogalmazzak, hogy mindenhol ott lenni, és akkor megcsinálni, és nem pihentem, nem figyeltem magamra, nem ettem vitaminokat, és akkor ez így valahogy kiderült, aha, legyengült az immunrendszer, jött ez a vírusos megbetegedés, és általában, illetve azt mondják, hogy ennek nagy valószínűsége, ez berobbantja. Ez nem genetikai, hála jó Istennek, tehát ennek tök örülök, mert a kollégám nem adtam tovább. Ezzel nem tudom, hogy lehet, vagy tudtam-e volna védekezni. Hát, kicsit miután megjött a szövettan, ezzel nagyon már nem gondolkodtam, aha, hogy akkor már csak volna. Az volt, hát, hogy tudtok kijönni belőle. Annak nagyon örültem, akkor én tök megnyugodtam, hogy na, tudom, hogy mi bajom van, és van rá gyógyszer. Gyerünk akkor előre. És az igen, egy gyerekek, igen, ez és egyébként ez a 80% azért az egy jó szám egyébként. Szóval nem. Ami a 80%-os gyógyulás. Hogy abba úgy bele tudsz kapaszkodni. Amikor megjött a PET-CT eredményem, és ott le volt oda írva, hogy hol található, és mekkorák, és micsodák, és mondtam, hogy szeretnék kérni egy orvost, aki ezt nekem elmagyaráz. És én leültünk egy szobába, és megnézte, és mondta, hogy hát ez nem egy jó lelet. És mondom, köszönöm szépen, ezt tudom, azért ülök itt. És utána a következő mondat az volt, de nagyon jól tudjuk gyógyítani. Hát mondom, talán ezzel kellett volna kezdeni, de mondom, oké, akkor csináljuk. Ez annyira fura egyébként, hogy neked kell kérned, hogy magyarázzanak el mindent. És sajnos nálunk is a családban volt hasonló eset, és akkor is valahogy utána kellett menni mindig ezeknek a dolgokra, oda menni valakihez megkérdezni, mert nem mondanak el semmit. Ezt nem tudom, hogy a saját érdekében, tehát a beteg érdekében teszik, vagy ez ki van ott írva, vagy ott lehet ezt tudni, hogy ott kérheted az orvosnak hogy egy szakvéleményét, hogy akkor nem alap ez. Jogod van tudni a rizikót. Le van írva a lényegében. Csak tudod, amit elolvasol, nem hiszel. Hát nem, igen, nem hiszed igen. El, én hogy olvastam egyszer egy ilyen. Ott van a neved, még soton alatt ez a rengeteg minden, és hogy ez így a kettő, hogy függ össze. Figyelj, ez egy nagy igazság, hogy az orvosnak nem annyira fontos a te túlélésed, mint neked magadnak, és neked magadnak a legfontosabb a saját életed. Soha senkinek nem lesz annyira fontos, mint saját magadnak. És valahogy az orvostudomány is erről szól, hogy igen, elmondom, hogyha kérdezed. Nekem nem lesz annyira fontos, mint neked. Na neked jó, de fontos, hát nincs egy ilyen tájékoztatási kényszer orvosként, hogy csak elmondom ennek a szegény gyereknek. Igen, kevesebb latin szóval, ha kérhetjük. Igen, mert hogy még nincs meg az orvosi diplomát, bár a vége felé kiokosodik az ember. Nagyon kiokosodik egyébként, most már annyira tudom meg. Utána azért leültünk a feleségem a gépével, én a tabbal, ugye a telefonnal, és akkor ilyen három Google-ba egyszer ott minden szót, hogy mi mit jelent. Érdekes mód az első PET CT leletemet, én csak a szerintem én májusban, ez februárban volt, én májusban olvastam el pontosan, hogy mi bajom, aha, volt. Amikor már kezdtem jól lenni, és így úgy néz ki, hogy akkor túl leszek rajta, én akkor olvastam el. Mondta, hogy elolvastam gyorsan, hogy ez rossz, oké, elmondták, hogy nagyjából mi bajom van, de hogy részletesen hol található, és mekkora, és hogy rekesz fölött alatt, és hogy lényegében tele volt szorva az egész testem. És akkor leizzadtál. És akkor megrémültem, hogy úristen, mi van. Nekem ez a bajom. Amit kérdezte az én, hogy ez a hit. Nagyon vagy te, Gábor, kérdezted, bocsánat, még ott kint, hogy elbizonytalanodtam-e egész végig a kezelés alatt soha. Uh-huh. Esetleg egy pillanatok, hogy meghallgat, de hogy hallhatok meg, majd 70 év múlva. Uh-huh. Szüleim, nagyszüleim is 90 évig éltek, majd mama, a nagymama 99 volt, úgyhogy ez biztos nem. Egy-két héttel ezelőtt így bezuhantam, hogy úristen, baj van, jaj. És akkor hívtam az orvosomat, hogy nekem most nagyon fáj a nyakam, és hogy hőemelkedésem van, és hogy most akkor mi történik, és akkor konkrétan kiröhögött, és azt mondta, hogy Károly, vagy Karcsi, ne pánikoljon, nincsen semmi baj,
Utána rájöttem, hogy picit azért az edzésbe túlvezéreltem magam, hogy napi kettőt rögtön elkezdtem edzeni, meg a gyerekekkel más órát fociztam, és az életemért futottam, de és utána egy hétvégén egy kicsit elfáradtam. Azt nem kellett volna, tehát akkor most visszaálltam a napi egyezésre, de nem bírom magam visszafogni egyszerűen, mert élvezhetem, hogy végre mozoghatok, és tehetek valamit. Most akkor szeptembert várod, ott még lesz egy CT, és akkor az alapján tudják azt mondani, hogy Károly, köszönjük szépen, gyógyultan távozhat. Nem, ha Károlyjal kezdik, akkor gondban. Karcsi, köszönjük, jó volt nem, magával. Nem, akkor egy évet várni kell, addig tünetmentes vagyok. Aha. Ezt úgy van, hogy egy év, és akkor ha egy évig tünetmentes vagyok, akkor most nem is tudom, hogy ilyenből tudják-e azt mondani, hogy gyógyult vagy. Aha, vagy mindig benne van, és tehát vissza kell járogatni, ellenőrzése. Biztos, hogy vissza kell járnom, mert lesznek ugye ilyen utókezelések, meg mindenféle immunrendszer erősítés. Úgyhogy a feleségem borult ki valamelyik nap, hogy ennek soha nem lesz vége. Sajnos ezzel már együtt kell élni, egyre ritkábban fog majd eszünkbe jutni és vele élni, de... Ha figyelj, de évente egyszer be kell menni, akkor... Nem, ez ilyen 3 havonta vagy 4 havonta kell majd valami, de szerintem ezzel nem ez probléma. Most egyelőre a szeptemberen legyünk túl. És akkor is, hogy minden rendben lesz, akkor nagyon vidámak leszünk. Figyelj, még egyet mondj meg, hogy szeptemberen túl leszel, és minden rendben lesz, és ezt nagyon-nagyon kívánjuk neked, hogy az ember elkezd másképp gondolkodni, mindig valahogy ezzel a spirituális társadalom pörgök, hogy elkezdesz másképp gondolni, tehát hogy mondjuk van egy reggeli, és akkor régen csak ettünk egy jó reggelit, és akkor azt mondtuk, mentünk tovább, nem is gondolkodtunk el rajta, hogy egy ilyen betegség után az ember értékel olyan apróságokat, amiket addig nem értékelt? Vagy már nem foglalkozol vele utána? Biztos, hogy jobban figyelek mindenre, egyébként színekre, szagokra, én amúgy is vagy egy karácsony, akkor ott van mindenki, nem, amúgy is szereted, de hogy még jövök, jobban jövök szereted. Jövök a lépcsőn, vagy megyek a kocsival, lehúzom az ablakot, jó levegő van, ez a, néha itt a körúton állok itt előttetek a dugóba, a jó levegő, persze, akkor úgy elgondolkodom, hogy de jó, nem vagyok rosszul, és basszus, de jó élni, és akkor oké, gyerünk tovább, és utána meg már az edzéstervben gondolom, hogy a gyerekeknek a lelkét meg, hogy fogom kihajtani. Meg hogy kiröhögsz embereket, nem, hogy milyen hülyességeken idegeskednek. Amúgy sem voltam egy olyan nagyon problémán leakadós típus, de most meg pláne nagyon könnyen átsiklom az ilyen incidenseken. Csak akkor bosszankodunk, hogy nem kerülünk sorra egy sorba, és akkor igen, így bosszankodok én tovább, csak mosolyogva egyébként. Aha. Úgyhogy ugyanúgy, hogy... Szeptemberben megjön az eredmény, minden oké, mi a terv? Merre lehet tovább menni? Nyilván folytatod az edzősködést. Ó, tervek, az mindig van meg lehetőség, mindig rengeteg adódik. Persze edzősködés, van ugye az a kis országos tévé, ahol már lassan 3 éve van egy pici sportműsor, amit én vezetek, meg a gyerekekből minél többet kihozni, és eredményesebbek legyenek, és a családi élet ugyanúgy tovább, és a lányokkal együtt. Ugye a Hanna nagyobb, az most kezdi a sulit, tehát teljesen ki vagyok borulva, hogy már iskolás lányom van. Ne is mondd, ez 6 év. Súgy! Azonnal. Majd a tankrémvárakat is meglátod, és nem őt féltem, mert tök jól el lesz az iskolában, és rohadtul fogja élvezni, de én viszont tönkre fogok menni. De, úgyhogy most egy kicsit nehéz lesz, mert ő két irányba fog venni a gyerek, a kicsi az megy óviba, a nagy az meg suliba, és ugye az edzői pályán minél eredményesebbnek lenni, és akkor ott majd esetleg előrébb lépegetni. Van nálad egy irgalmatlan. Igen, hoztam egy csokit, ezt nektek, illetve a Klassz FM-nek hoztam, mert ugye... Meg se érdemeljük, de ha jól tudom, nem is tudom, tavasz, május, nem tudom, környékén volt az a nagyvárosvédő futás. Igen, és olyan drágák voltatok, hogy az én képemmel futottátok a 10 kilométert, és én ezzel a csokival szeretném ezt megköszönni. Mert az pont egy olyan iszonyatosan nehéz időszak volt nekem, pont én kezelés után voltam, és annyira jól esett, hogy nekem az rengeteg erőt adott, és ezt így nektek hoztam, és köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Nagyon szívesen, és nagyon örülünk a jó híreknek. Gábor, esetleg valamit Karcsi spirituális fejlődéséről meg a... Hajjáriányból közelítettem meg a dolgot. Jó, hát egy érzékeny lelkű fiú, nem olyan mufurc, mint te. Érted? Komolyan, ide hozunk egy rendes embert neked, és akkor csak az érdek, hogy mikor üt le megint valakit. Figyelj, jó leszek, és egy évig ugye tünetmentes, mert mit tudom én, a Koko az már úgyis fenni a fogától szervez nekem egy búcsúmeccset, mert neki is volt búcsúmeccs, a Madának is volt, és micsoda dolog. De várjál, vele kell boxolni? Nem, már Istenek is, nem. Úgyis most fut meg triatlonozik, úgyhogy nem lehet utolérni. És azzal maszerál állandóan, hogy egy normális bajnoknak volt utolsó meccs, amikor lezárja a pályafutást és búcsúmeccs, úgyhogy nekem is kell szervezni egy ilyet, azt mondta. Vállalnád?
Egyébként vállalom. Ugye, jó ide, jó volt. Borzasztóan, nagyon-nagyon hiányzik maga az ökölvívás egyébként. Tehát azért is én is elkezdtem edzeni, futni. Igaz, még zsákhoz nem jutottam meg, ilyen speciális ökölvívó mozdulatokat még nem végeztem, de nagyon-nagyon hiányzik. Na jó van, akkor ezt megvárjuk. Karcsi, nagyon köszönjük, hogy vállaltad a beszélgetést. Mi ugye nem akartunk zavarni, csak úgy, mint a fókusz távja az elmúlt időszakban, hogy... Azt a Gáborral most itt kíván lebeszéltük. Hát tényleg? Persze, jó vagyok, hogy ezt nem kérdezte meg, úgyhogy köszönjük szépen. Ha olyan, akkor egy telefon teresz már meg. Én kíváncsi vagyok rá. Jó? Jó. Hogy mi van. Köszönöm szépen. Jó? És köszönjük szépen, hogy elmesélted. Balsai Károly, köszönjük szépen. Nem tudok mit mondani ezek után soha, én úgy örülök, ez egy jó sikersztori, nem? A Gábor esetleg valamit a spirituális előbb. 5 percen múlt el, 9:30 vissza a hírek, után lehet jelentkezni a hármasugrásra. Pontosan 3:49 van, rengeteg SMS érkezett Balzsai Karcsihoz, ezeket tolmácsoltuk neki, és köszönjük szépen, nagyon aranyosak vagytok, egy csomóan biztosítottátok arról, hogy vele voltatok végig, lélekben, szívben, és most is ugye ugyanezt történik. Néhány közlekedési info, M7-es Budapest felé 125-ös kilométernél kigyulladt egy autó, teljes az útzár, ezt nagyon sokan megírtátok, 47-es Szeghalomnál teljes útzár kerülni Vésztő felé, és az M3-oson a Rekettyés pihenőnél van egy sebességmérő, a Miskolc felé haladókat mérő. Facebook oldalonkon keresztül egyébként tudtok még a Karesznak üzenni, hogyha szeretnétek, el fogja olvasni őket, és biztos, hogy nagyon jól fog neki esni. Így van, és akkor szeptember végén megbeszámolunk a pozitív eredményről, ugye Gábor? Igen, a fókusz igen, is igen. Mi ketten fogunk egyszerre ezzel foglalkozni. Na itt van egy másik hír, ez is akár lehetne a te televízió műsorodban is, mert szerintem az ilyen híreket nagy örömmel szoktátok. Nem a headline, hanem csak egy ilyen kis. Hát egy ilyen kis anyag. Színes, tudod. Igen, itt a végére. Vezess már föl. Megvan a hír? Igen. Laci, tudsz szerezni egy súgógépet? Tehát a gorillától a csigáig minden lakóját megmérte a londoni állatkert. Itt szoktuk rádobni a képet. Igen. Ilyenkor kell egy név, hogy legyen az állatnak neve. Kumbukától a 213 centis és 192 kilós keleti gorillától a legkisebb, kevesebb, itt 4 milligrammos lakójáig. Úristen, lehet, hogy ez egy pók, már láthatják is. És akkor mutatjuk. Igen, akkor kell neki mondani, hogy a gondozóik eddig gondosan takarták a kíváncsi látogatók elől, de most végre megmutatták, és megy oda az anyjához, és mostantól a nevet keresünk neki. Általában ezek a, ugye az adásunk végén. És megkérdeztük Hanga Ádámot, a fővárosi állat és növénykeres, így jön ez, nem? Ez a szöveg. Nekünk is valahogy így kéne csinálni. Igen, ez lenne jó. Most ugye a hírből csak az sikkadt el, hogy itt mindenkit lemértek, és kaptak egy ösztömeget. 19.000 darab állatot. Itt most én átmentem improvizációba. Tehát itt az volt, hogy lemérték a londoni állatkert összes lakóját. Aha. Nyilván ez egy zsiráfnál egyszerű, valamelyes. Hogy mérsz le egy zsiráfa? Igen. Mi az egyszerű benne? Létra? Hát nyilván ráterelik valamire, ami lemér. Nem, hát egy kamiont is lemérnek. De nem csak a súlyát mérik le, hanem a magasságát is lemérték. Tehát minden méretét levették. És mivel az összes többi állattal, a legkisebbekkel is, amik mondjuk talán egy picit veszélyesebbek, mint mondjuk egy zsiráf, tudod. Tehát, hogy igen, a fekete mambát kiméri le, anyád. Ja, akkor jó, megyek szólok a mamának. Na, hogy ezt hogy lehetne megoldani, illetve milyen ösztömeget kapnánk a fővárosi állat és növénykertből, azt megkérdezzük a legilletékesebb. Gondozókkal és gondozók. Hát szerintem most nélkül Hanga Zoli, a fővárosi állatkert szóvivője. Jó reggelt, hello! Szervusztok, jó reggelt! Hallottad ezt a hírt, Zoli? Ezt a hírt? Hát őszintén szóval a londoni állatkertből minden évben január 1-e tájékán lehet olyan hírt hallani, hogy megszámolják az összes állatot. Tehát akkor szokták tartani az éves leltárt. Éves rovancs. Hát hogy ez itt a angolok a szilveszteri buliban elvittek-e valamit. Így van, és ezt úgy szokta szeretni a média, úgyhogy ez általában nemzetközi hírré szokott válni. Főleg, hogyha mondjuk egy zsiráfból több van, mint amennyire tudtak. Igen, hát ez azért szerintem ritkán szokott előfordulni, hogy mint a Jurassic Parkban, hogy így hirtelen több állat van, mint amire számítanak. Legalábbis ilyen méretű állatoknál. Nálunk volt már ilyen, hogyha mondjuk összeadnánk az állatkert összes lakóját, akkor az hány kiló lenne, ilyet ti számoltatok? Hát így összeadni nem. Vannak olyan állatok, ahol ezt érdemes nyomon követni, például a komodói sárkány, a komodói varánoszlán állatot rendszeresen meg szoktuk mérni, hogy milyen hosszú, hát az ugye már bőven a 2,5 méter körül van, de hát ez a legnagyobbra növő gyék a világon, úgyhogy tőle azért egy ilyen méretet el lehet várni. Úgyhogy őt például rendszeresen mérjük, sőt, mi több,
az elefántok kifutójában van egy beépített szívmérleg is, úgyhogy amikor az elefánt szépen rásétál, akkor le lehet mérni, hogy milyen súlyú. Tehát például az Angel, aki a tavaly született kis elefántnak az anyukája, és ő a felnőtt elefántjaink közül a legfiligránabb és törékenyebb alkatú, olyan 2600 kg körül szokott lenni. Ez elefántban egy ilyen marcsú. Filigrán 2600-at. Figyelj, a komodói varánus, az például, az hogy méritek? Tehát hárman álltok az egyik oldal, hárman a másikon, lefogjátok. Egy gyakornok eltereli a figyelmét előről. A szájjal. Szerencsére nem kell hozzá lefogni, ami azért is szerencsés, mert elég erős állat, valamint mérgező harapása, tehát hogy azért egy munkavédelmi szempontból sem lenne egyszerű a dolog, de szerencsére eléggé barátságos, tehát ehhez két ember elég, de azért két ember, mert általában előtte azért jól szoktuk lakatni, és akkor utána az egyik ember a fejéhez oda teszi a, hát ezt szabócentivel szoktuk megoldani, mert hogy ugye nem legyenes a háta, és hogyha rendes az orra hegyétől a farka végéig tartó hosszt akarunk, akkor ugye követni kell a hát és a gerincvonalát, és ezt szabócentivel lehet a legjobban megoldani, csak azok általában nem 2,5 méter hosszúak, úgyhogy két fokozatban kell lemérni. Mert és kettő megy be, hány jön ki? Hát általában most ilyen 2,4 körül szokott lenni a hosszú. Melyik a legbarátságtalanabb állat, ahova vonakodva megy be még a legképzett? Hát ilyen mérges kígyókat csak akkor mérünk le, ha nagyon muszáj. Illetve hát mondjuk egy oroszlánnál is azért egy ilyen súlymérés, vagy mondjuk, hogy mérjük meg milyen hosszú az oroszlán foga, hát ahhoz be kell nyúlni a szájába, az is azért orvosilag ellenjavar. Tehát ilyen típusú méréseket vagy vizsgálatokat, ha egyáltalán olyankor szoktunk elvégezni, amikor mondjuk állatszállítás miatt az állat be van bódítva, és akkor úgyis el kell bódítani a 10-10-valahány percre, még berakjuk a ládába, meg ilyesmi, és akkor ha már úgyis alszik, akkor lehet ilyen dolgot elvégezni rajta így van. És van még egy különösen agresszív éjszakai portás is. Mérésénél baj szokott le. Akit le kell nyugtatni, mielőtt bemegyük hozzá. A nyitó kérdés, hogy a zsiráffal mi van? A zsiráffal ugye azt nagyon nehéz megoldani, hogy megkérjük a zsiráfot, hogy álljon nyugodtan, és akkor ott is valami szabócentivel, vagy mérőszalaggal, vagy ilyesmivel megoldjuk ezt. De általában azt szokták alkalmazni az állatkertekbe, hogy föl van festve a falra egy ilyen centi. Aha. Vagy egy ilyen, hát általában nem centiben van itt a skála, de aha, és ahol meg tudja nyalni, ott a vége. Így van. Tehát amikor odaáll mellé, akkor ezt le lehet mérni anélkül, hogy az állatokat különösebben zargatnánk. Illetve a másik dolog, hogy általában a zsiráfgondozók tudják, hogy a különböző deresztárgyak, hogy mit tudom én, a fénakosár, vagy az ajtó teteje, vagy a... Aha, az meg milyen magasan van. Okos. Hány méter, hány centi magasságnak felel meg, és akkor mondjuk, mikor jön egy új zsiráf, akkor szépen odaáll mellé, akkor már ebből le lehet becsülni a magasságát. Egyébként, hogyha a zsiráfoknál tartunk, akkor ott akár ilyen 4-5 méteres magasság is elképzelhető. Az újszörös zsiráf pedig, amikor először láb rá, akkor olyan 170-180 centi magasságot lenni. Tehát ez a születéskori magasság. Az igen. Figyelj, nekem volt már abban a szerencsében részem, hogy egyszer lehettem benne majdnem válig egy tehénben. És ott voltam, és így akkor, igaz. Akkor ott ezt viszonylag könnyen abszolválni tudtuk egy sámli segítségével, amivel felértem, de mondjuk, hogyha kialakul némi kis dugó vagy folytás mondjuk egy zsiráfban, akkor azt hogy oldja meg az állatorvos? Hát igen, ez éber állapotban nem lehet, tehát ezt mindenképpen altatásban lehet csak megoldani, tehát az ilyen állatorvosi beavatkozások, mint egy rektális vizsgálat végbélen keresztül, vagy akár egy mélyedzés kezelése, amit ugye szarvasmarháknál, meg juhoknál is előfordul, azt ugye kézzel meg lehet oldani, hát ezt egy zsiráfnál biztosan eleve elszaladna, mire odaérnénk. Tehát és a mélység? Akkor hívjátok Dávid Kornélt? Vagy derékig benyúlsz, érted? Igen, hát ez nem olyan nagyon egyszerű dolog. Azt nem példának mondani, amikor ugye az orszarú vemhes volt, és ráadásul ő elég kezes jószág volt, tehát éppen az ultrahangos leolvasó fejet is oda lehetett tenni mondjuk a hasához, mint a kismamáknál szokás, csak hát akkor az állat, hogy nem lát be a belsébe ez az ultrahangos leolvasó fej, úgyhogy ezt is a végbélen keresztül kellett bevezetni, tehát rektálisan, ahogy ezt ugye szépen mondják mifelénk. Azt viszont már éber állatodban nem hagyta, tehát ehhez viszont altatni kellett. De és mi van a legkisebb állatokkal, tehát rovarok, pókok, lepkék, tengeri durbincsok, hát, és a többi. Mondjuk a biztos csótányok, hogy nem szoktunk ultrahanggal rektális vizsgálatot végezni, tehát ezt már most segítjük le. És beütés sem alkalmaztuk egy éjszakai lepkénél, igen.
Így van, de ami viszont mondjuk az ilyen méréseket illeti, azt például nagyon jól meg lehet oldani, mert hogy vannak olyan ízeltlábúink, amelyeket érdemes lemérni, tehát hogy például ilyen óriás bocsáskák, és akkor megnőnek 30 centisek. Ha megtaláljátok őket. De hát azt azért szerintem meg lehet találni, tehát ilyen alkalmi hosszúságú rovarjaink is vannak. Most pénteken az átkertek éjszakáján egyébként lesz egy olyan programunk is, amikor ezekkel lehet test közelből meg is felkerülni, tehát akár kézbe is lehet venni őket, úgyhogy akkor személyesen is meg lehet győződni. Bocsáss meg, aki háttérben fütyül kolléga vagy, pedig a madárházban vagy. Nem tudom, itt a folyosón valaki még fütyül. Zoli, melyik a legkisebb állatotok? Nem találjuk. A legkisebb állataink, amik az átkertbe előfordulnak, valószínűleg mikrobák, de azok nem részei a gyűjteményeknek. De ugye egyébként az állatgyűjteményben a legkisebbek azok, hát általában rovarok közül kerülnek ki. Tehát de mondj egy nevet, hogy melyik hát a legkisebb. Mondjuk például a levélvágó hangyák, azok például elég építik, azok mindenképpen a legkisebbek közé tartoznak. És nekik ugye közösségben van az erejük. Zoli, mindig megszoktad, hogy tényleg csak hülye hírekkel hívunk, és ezért nagyon hálásak vagyunk, hogy rendelkezésre állsz. Tehát a világ legnagyobb baromságai állatvilág ügyben, akkor te azonnal itt vagy, és segítesz rajtunk. Most már azért megemlítetted, hogy ugye állatkertek éjszakája lesz pénteken. Mi van még a fővárosi állatkertben, ami miatt érdemes kimenni? Hát maga az állatkertek éjszakája az persze egy különleges dolog, most pénteken este is az több más magyarországi állatkertben is lesz, de egyébként koronásdarú fiókák keltek ki nem régen, és nagyon izgalmas, mert Mami és Papi, a két gondos szülő, igazán nagyon aranyos módon gondoskodik róluk, úgyhogy például ezt is meg lehet nézni, meg hát ugye nem olyan régen került sörényes hangyász az állatkertben, ez egy ausztrál ösvényt is nyitottunk, ahol be lehet menni a kenguruk közé. És a Gundel cukrászdában akciós a lúdláb. Te vagy. Hanga Zoli, köszönjük szépen, hogy rendelkezésre álltál. Köszönöm, hogy a lehetőséget. Sziasztok. Ér bántad ezt a drága ember. Bár a lúdláb is hát egyébként meg, bocsáss meg, tehát, hogy tényleg, ugye, én ennek, megmondom őszintén, meglehetősen örülök neki. A gyerek is tud nézni, valamit megint is tudok fogyasztani. 4 perccel 9 óra előtt jön a hármas ugrás. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. István, jó reggelt! Sziasztok, jó reggelt! Szia! Az előbb fültanúja voltál Gábor a világ legjobb felhallgatójának, ugye? Egy igen, órával ezelőtt, igen. Aki hogy örült? Mint az állat, igen. Ugye? Csak mondanám István SMS-ét, hiába jelentkezek a játékra, már megszoktam, az életben is ne jelentkezzek, nincs esély. Jaj! Hát, de sajnos, ez sokszor előfordul vele. Nem tudom, hogy pengét rakjunk-e majd az ajándékcsomagba, vagy valami más, de komolyan, István, nem lehet így. Ezt most tényleg így, te tényleg így érzed, vagy ez csak azért írtad ezt az SMS-t, hogy legyen egy másik oldal, hát ha téged választ az Anna. Nem, ez sokszor már előfordult velem, hogy nálatok is próbálkoztam többször, meg így az életbe bármire hozzákezdek, mint általában mindig negatív. Ne, az biztos, hogy az élet kárpótol valamilyen oldalon. Ez tudja. Jó, rendben. Nincs olyan. Még nem érzed, de majd egyszer. Vagy negatív, vagy pozitív értelemben, de mindenképp. De most egyébként, tehát hogy tényleg, hogy Anna megszánt, de aztán ugye Anna írta, hogy ő maga, hát egyrészt megszánt volna, de hogy Jani jelölte be az SMS-t, hogy... Így van, a fölötted levőt akartam, de véletlen meg. Annának egy nagy puszi. Jó. Na, hát akkor... menjünk a... Hát, akarod, hogy... Hát viccelsz. Ő csinálja? Hát de tényleg, csinálhatom. Az a jó, megvan. Itt van, itt van, van. Mindig elmondja, jöjjön az első. A zárójeles a megoldás, azt ne engem. Ne hozzá kezdje. Jó, akkor első kérdés nyakba akasztóért, ugye? Jó, ugye. Hogy nevezik azt a mitológiai lényt, amely a saját hamvaiból születik újjá? Húha. Beszélj. Azt mondja, ez valami madárféle, ne? Azt mondja, a Phoenix madár. Látod, minden sikerül. Okay. Egérpad. Megkérdezd meg, hogy akar-e tovább menni. Ja, akarsz-e tovább menni? Egérpadért, de ilyenkor az elsőt nem bukja el, ugye? De, ha most ezt elbukja, akkor mindent elbukja. Akkor mindent elbukik. De ha nem, akkor nyakba akasztok plusz egérpad, jó? Jó, rendben jöhet. Jó, és azt is meg szoktuk beszélni, nem olyan nehéz. Melyik filmben játszott együtt Tom Cruise, Brad Pitt és Antonio Banderas? Segíts már. Na,
Ki az? Interjú a vámpira. István, ki van ott? Ki az ész? Ez is jó. Ki, jó, de ki van ott? A nejem van, itt ő segít, Irénke. Irénke, okos asszony, de jó, hogy feleségül vetted most itt állt. Látod, már rögtön mázlid volt. Állva hagyja Balázsi Pannát is. Mindent tud a filmekről. Na. Jó, hát akkor az utolsó kérdés. Hadd kérdezem már meg, milyen témakör. Na. Ezért mit lehet mondani? Életmód, folklór, kultúrtörténet. Igen. Nem ennek a kontinensnek a lakóiról van szó, István, annyit elárulunk. Irénke ezt tudni fogja. Aha. Hát akkor menjünk tovább. Irénke megmondja. Ja, Feri mondtam, csak hogy meg Irénke ezt úgy megmondja, majd meglásd. Jó, tehát jó, akkor az órát, órával együtt, egérpanyagban minden megvan, hogyha ez megvan. Mire használták az észak-amerikai indiánok a tipiket? Tipi. Tipi. Mi az a tipi? Lábbeli. Éreztük a kérdő hangsúlyt, de nekünk kijelentő kell. Én nem is hallottam semmit. És ezért nem is hallottuk meg. Nem is hallottunk semmit. Kérdezhetném, hallottam a kérdést még egyszer? Tehát mire használták az észak-amerikai indiánok a tipiket? Tipik. Tipi. Ha egy tipie, akkor tipi. Ha több, van egy, akkor tipik. Uh-huh. Van ennek a dolognak egy másik változata, és ami állandó, arról nagyon sokat hallottunk, meg olvastunk mindenféle indiános könyvekben, de a tipikről kevesebbet. V-vel kezdődik. Viszont milliószor láttad őket. Minden egyes filmben, minden egyes indiános filmben ott vannak. Hú, ez valami... Tipi. Ruházat, meg diszítés. Nem, a tipi az sajnos az a sátornak a neve. Tudod, voltak a vígvamok, meg voltak a tipik. A vígvamok azok állandó lakhelyek voltak, a tipik pedig azok a sátrak voltak, amiket minden egyes indiános filmben láthatunk. Jaj, de sajnálom, hogy rábeszélte. Úgy se álltál volna meg, István, nyugtass meg. Hát nem, hát. Erről van szó, játék a lényeg. Viszont van bum. Ja, tényleg van. Igen, mert a harmadik kérdésnél vagyunk, már is indítjuk az ajándékokat. És egy nagyon szép, nagyon erős bumba. De tényleg olyan legyen, ne olyan, mint az SMS-e. Nem! Vérzik a fülem, bakker! Apám, ezt oda tette! Gábor, előtted van a kijelzője a bum szoftvernek. Mit mutat? Eltalálta, vagy nem találta el? Nem látom. A füstöl! Ja! A portol! Ott villog! Villog? Villog! Azok megvan! Azt a mindenségi! 10 000-ből egy! De rég a dolog! Látod, minden sikerülhet! Látod, minden sikerülhet! A rohadt életben már a bokám is langyos! Menjél el Irénké drágával, és vegyetek egy lottószelvényt most! Jó, és 10%-ot kérünk belőle. Na, és mit lát? Megbeszéltük, azt mondta. És mindjárt jön a rovatunkat a szerencséjátékkal. István és Irénke, köszönjük szépen nektek, szuper volt, látod, nem kell ilyen csügget SMS-t küldeni, vagy lehet, hogy kell, mert pont ezzel jutottál be a játékba, megvan minden ajándék, az óra, nyakbalkaszta és az egér alátét is. Jó, nagyon szépen köszönjük. Egészségetekre, szevasztok! Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Átad, a Boom Software minden milyen jó. Minden sikerülhet. Istenem, ahogy te néztél a Boom Software-re. Úgy nem lesz senki. Jönnek a hírek, 9 óra után pedig jövünk vissza. A sztárvilágban egy új őrület ütötte fel a fejét, tehát most már nem is annyira új, mert egy másfél. A magyar neve arccal a tüdőgyulladás felé. És mivel ez egy okos gondolat, úgy gondoltuk, hogy ki mást tettnénk le jeges vízzel, mint Jánost. Érte, ez nem úgy, hogy leöntjük, igen, hanem ezt vállalni kell. Meg hát azért a dolognak alapvetően az az apropója, hogy itt ül a stúdióban az az ember, aki lehet mondani, Magyarországon meghonosította ezt a dolgot, mert hogy ezt az úgynevezett Ice Cube Challenge-t Dönci Gábor csinálta meg először ebben az országban. Így van, és még itt vagyok, és élek. Igen, nem volt jó. Nem volt, hogy borzalmas volt. És Gönci Gáborra! Jó reggelt! Sziasztok!
2 perccel múlt el 4:10, néhány közlekedési info. 17. kerület, Ferihegy út és a Ásvány utca kereszteződésénél baleset, a rendőrök, a mentők már a helyszínen, és alakul a sor. Ami viszont jó hír, hogy ugye megszüntették a lezárást az M7-es autópálya 130-as kilométerénél, ott volt egy kigyulladt autó, valószínűleg eloltották, viszont az M7-esen a 87-es kilométernél most Nagykanizsa felé van egy baleset, autó a belső korlátnak csapódva, Lackótól kaptuk. Köszönjük szépen. Pécs 6-os főút a hullámfürdőnél a fehér Skodából mérik a melóba igyekvőket. Egy pontos, korrekt info Gabentől köszönjük. Még az M3-asról egy gyereket is pihenőnél sebességet mérnek, méghozzá Miskolc felé haladókat Vincenzótól kaptuk. Köszönjük szépen. Írhattok továbbra is ilyen infókat, és átadjuk majd ezeket. Most éppen nézem a negyednek a Facebook oldalát. Csilla már kitette, nagyon korrekt módon, nagyon szimpatikus árukapcsolás. Így van, mami. Jó reggelt. Ha még otthon, akkor kapcsa Mokkára, ha pedig már az autóban ültök, akkor kapcsa Morning Show-ra. Ma reggel Gábor a vendég műsorvezető, majd írjátok meg, hogy miről beszélnek a fiúk, mi ritkán találkozunk, amikor jön, én már alszok, amikor ő megy, én már. De hogy ez nyilván a végén nem édes, hát de nem édes. Olyan ritkán látom. No, kérem szépen, elérkezett hozzánk is az őrület, János megkapta a kihívását, ugye? Aha, de nem. Mit? Mert hogy engem nem hívott ki a kutya se. Ne hülyéskedj. Hát én azt hittem, hogy kaptál. Na, beszéljünk egy picit erről, de abszolút nem. Hát valószínűleg sejtjük, hogy ezt egyrészt meg nem csinálni, bár megmondom őszintén, hogy marhára nincsen kedvem. De azt gondolom, hogy ez egy apropó arra, hogy segítsek el valaminek, egy jó ügynek az érdekében, gyakorlatilag bármire képes vagyok, és hát eredetileg ez az úgynevezett Ice Cube Challenge is azért találódott ki, ilyen, bocsánat, a jó szép magyarságért, hogy segítsünk egy nemes ügy érdekében. Te voltál az első, Gábor, Magyarországon, aki ezt megcsinálta. Én voltam az első, ez ugye múlt héten történt, és megmondom, hogy mi volt az inspiráció. Ugye sok ilyen őrület van, nem mindenre szállunk rá, de azért abban volt egy húzó erő, amikor a Mark Zuckerberg, vagy Zuckerberg, ugye kihívta a Bill Gates-et, és akkor a Bill Gates megcsinálta. És akkor erre én azt mondtam, hogy szerintem ez az a szint, amikor már ezt észre kell venni, hogy ez egy komoly dolog. És akkor azt mondtam, hogy akkor indítsuk el ezt Magyarországon is, aztán nézzük, hova fut ki. És aztán most beszélhetünk arról, hogy hova futott ez ki. Szerintem egy kicsit túlcsordult, és elment egy olyan irányba, ami... A lényeg. Igen. Így van. Az alapötlet az ugye a következő volt, van ez az úgynevezett ASL alapítvány, az Egyesült Államokban, meg szerintem most már világszerte dolgoznak. Egy olyan betegség, ami az agy azon sejtjeit pusztítja el, ami előbb a mozgásért felelős, tehát gyakorlatilag lebénul az ember, ne szépítsük a dolgot, utána pedig ugye a légző... Mindene megbénul a légére. Így van, és egy szörnyű betegség. Így van, gyógyíthatatlan a betegség, viszont az életkörülményeket lehet javítani. A külföldi sztárok azért kezdtek bele ebbe a jégkockás leöntésbe, ugye úgy szólt a kihívás, hogy vagy utalsz egy nagyobb összeget az alapítványnak, és segítesz ezeken az embereken, vagy leöntöd magad jégkockával. Na most én nem folytam bele ebbe annyira nagyon, de vélhetőleg például Zuckerberg és Bill Gates urak úgy öntötték le magukat, hogy közben megnyomták az Enter gombot egy nagyobb összeggel. Igaz ez a feltételezésen? Tudunk erről valamit? Biztosra nem tudjuk, de biztos, hogy így történt. Tehát ezt ők nem kommunikálták, de ők óriási ilyen adakozásban vannak egyébként is, tehát biztos, hogy ezt megtették, de mondom, annak akkora ereje volt, hogy ők ezt így bevállalták az elsőként, gyakorlatilag az elsők között, hogy ennek hatására egyébként mostanra több millió dollár gyűlt össze, tehát egyébként nekik maguknak nem is kellett megnyomni a gombot azzal, hogy ők ebbe beálltak. Olyan reklámot csináltak ennek az egész kezdeményezésnek, hogy hihetetlen. És nagyon sok világsztár állt egyébként a kezdeményezés mellé, Lionel Messi-től Jean-Claude Van Damme, még mindenki. Igen, tényleg. Igen. Uh-huh. Így van, én egyébként pont tegnap este láttam a legutolsót, Brian May, ugye a Queen gitárosa, beállt a zuhanyzóba, és ott volt a Roger Taylor is mellette, mert a nevetését lehetett csak hallani, levette a fölsőjét, és leöntötte magát, vagy hát valaki leöntötte őt, és nem tudom, annak megint csak van egy ereje, nem, hogy az ember, aki a Bohemian Rhapsody-ban a szólót játszotta, vagy aki a Love of My Life-ot megírta, ugye azt most ott látod, és végre látom a köldökét is. De csak a kezét. Milyen szóval volt,
maga a vizes sztori. Ugye az az érdekes benne, hogy ez egy pillanat, amikor magadra öntöd a jeget, sokkal rosszabb volt a jégkockának az ütése, mint maga a hideg. Érdekes, hogy a hideget ilyen hirtelen a szervezeted levédi, tehát valami felszabadul benned, aha, amitől nem érzed magát a hideget, viszont miután ennek van egy svungja, megüt a jég. Tehát a jégkocka megüt, az nekem sokkal rosszabb volt. Viszont a takarítónak lehetett a legrosszabb, mert nem tudom, hogy láttad-e a Gábornak a vizes öntögetését, konkrétan azt mondja, hogy az szerintem az első emeleten csinált az RTL-nek a székházában, a liftekkel szembe egy nyilván teljesen felkövezett részen, ahol ennyi víz még soha nem állt. Igen, de kértünk takarító személyzetet hozzá, és egyébként azért kellett utána kisípolnunk az egész jelenetet, mert a takarító személyzet... Elkényeztetett telemek, hogy a rohadt életben már... Légyelek, takarítsa föl magad után! Hülyeséged, én asszisztálok. Képzeljétek el, hogy én a Dzsudzsák Balázs... Sokkal jobb volt a Marci Anikóba. Nem csinált ilyen baromságot. Ott adásrend volt. Hülye gyere! Nyikhaj! Szóval kit hívták? A Dzsudzsák Balázst, a Palvin Barbit, meg a Kovács Ákost. És képzeljétek el, hogy a Dzsudzsák az egy órán belül írt egy SMS-t, hogy akkor ő most ennek neki áll. Aha. És reggelre, már ott is volt az e-mail, tényleg megcsinálta. A Barbit velem együtt valami 8-an kihívtuk. Oh. Úgyhogy igény volt a vizes póló versenyre. Igény volt rá. Igény. Az Ákos pedig nyaral, tehát őt így nem értük utol, meg valószínűleg ő nem is tud erről az egészről egyébként. Aha. Meg neki ez túl kommersz. Viszont a Dzsudzsák, ő a Balást hívta ki. Tehát igen? A ti Balázsotok. Hát de hány ilyen van? De hány ilyen van? Ők Balást egyébként nagyon sokan kihívták. Tehát azt hiszem, hogy várjál, ki volt még? A Huyber Feri is kihívta őt például, szerintem az Andy is a Hooligansből, tehát rengeteget. Ilyenkor egy bosszú hadjárat folyik? Vagy mert szereted? Hát tudják, hogy mennyire félti a haját. És minél nagyobb vadat cserkészel, de ugye annál nagyobb a durranás. Igen, így ebben van. A dologban. Viszont, és akkor itt jön az a másik olvasat ennek a dolognak, hogy többen ugye már elrugaszkodtak ettől az ALS nevű szindrómától, meg attól, hogy segítsék ezeket az embereket, és már mindenki mondja a saját alapítványát. De azon nincsen gond szerintem, mert itt a segítségem van a lényeg. Megmondom őszintén, hogy én is alapvetően azokat támogatnám, akiknek a munkájáról sokat tudok. Az ember szerintem manapság, amikor a zsebébe nyúl, és amikor adakozik, valljuk be őszintén, van egy csomó olyan korábbi eset, amikor ugye, amikor kiderültek dolgok alapítványokkal kapcsolatban, nem oda megy a pénz, nem, hogy nyilván olyan helyre utalsz, ahol tudod, hogy azt a pénzt arra is fogják fordítani. Sajnos mi itt a Morning Show-ban sem tudunk sokszor mindenkinek segíteni, és ennek részben egyébként az az oka, hogy nem tudunk semmit arról az alapítványról. Olyanokat támogatunk, akikbe biztosak vagyunk. Uh-huh. Egy kicsit egyébként most, hogy ezt felvetetted, akkor én elmondom, hogyha nekem kéne bajt keresni ebben a dologban, nem keresek, még egyszer mondom, nagyon jó mindenki, aki adakozik. Mi magunk is tényleg megtesszük, hogy a János elmondta. Nekem is picit az a bajom vele, ha kell még egyszer mondom bajt mondani, hogy ezt kitalálták erre az alapítványra a Zuckerbergék, ezt a leöntőt, a figyelemfelhívás, de hogy ez nekik szóljon. És amikor egy picit így másra gondolsz, akkor én azt érzem, hogy ellopják azt az ötletet. Tudod, hogy egy picit máshova megy. Ugyanakkor meg az tök jó, hogy a támogatásra adunk lehetőséget. Mondok nektek egy példát, van egy nagyon jó kezdeményezés, rengeteg tömegsport rendezvényen, ilyesmit már egyébként az emberek ki is próbálhatnak, meg is tehetik, hosszú évek óta megy kint nyugaton, futóversenyeken, hogy valakiért, valakikért futsz. Tehát gyakorlatilag az általad befizetett nevezési díjnak egy X százaléka valamilyen nemesügynek a támogatására megy. Most itt sem beszélünk arról, hogy most valaki ellopta a másiknak az ötletét. Mindenki ad annak, akinek gondolja. És ugyanakkor meg azért vagyok őszintén, van egy ilyen móka faktora is a dolognak, mert hogy meg tudod nézni, hogy ezek az emberek hogy néznek ki, miközben leöntik magukat. Én is egyébként tényleg bízom benne, hogy el fogja fogadni a felkérés, mert Ádár János, ezen kívül a Dalai Láma is második Erzsébet. Szerintem három jó embert választottál. No, hát akkor Ustream-en lehet követni az eseményeket, ezt a Facebook oldalunkon és az interneten, a weboldalon is föltettük már, hogy mi a Ustream, ugyanis most egy zene alatt mi kimennénk, Vadon János kolléga és Gönci kolléga állnak majd egymás mellett, mondanám, hogy Gönci kolléga kezében lesz a vödör a jéggel együtt, János pedig hát ott akkor elmondja, hogy kinek szeretne segíteni, kik azok, akik kihívottak lesznek majd. Aztán felturbozom egy kicsit a reggeli kávé mennyisége. Utána megpróbáljuk betenni egy vödör meleg vízbe, János, hogy kicsit kiolvadjon, és jövünk vissza. Aztán pedig lemérjük a kukimat.
Hideg vízben se kicsi. Előtte és utána. Hello. Jó, úgyhogy 3 perc múlva megtörténik az esemény. Természetesen adásban is halljátok, de aki szeretné nézni, az most nézze meg a Ustream elérhetőséget, oda rá kell kattintani, és akkor látszódik is majd az esemény maga. Jó reggelt mindenkinek, 9:30 mi már az udvarról jelentkezünk. János pedig nagyszerűen fölöltözve, még egyszer mondom, hogy Ustreamet el lehet érni a Facebook oldalunkon keresztül, meg a weboldalunkon keresztül. Ugye Gönczi Gábor már végrehajtotta a jégkockás öntögetést, Vadon János pedig itt áll mellettünk, felkészülten várja a kihívást. Az első kérdés az, ki az a 3 ember, akit szeretnék kihívni? Na most az első 3 ember az legyen az egyik, azt mondja, hogy legyen mondjuk Kovács Áron. Klassz FM műsorvezető, nagyon jó, okos. Valaki én nem tudná, a másik az legyen az Abaházi Csabi, a harmadik pedig legyen a Kisorsi, és akkor házon belül maradnak a történetek. Annyi könnyítés lehet a dologban, hogy nem kell felvenniük melltartot, és lehetnek fehér pólóban. Ez a Kisor esetében sajnos egy kizáró ok, nem tudjuk megcsinálni. A második kérdés pedig az az akciók előtt, hogy kinek szeretnél felajánlani, és mit? Én a Csemete Alapítványnak a munkáját szeretném támogatni 20 000 forinttal. Ők szellemileg visszamaradott, vagy fizikailag fogyatékos gyerekeknek szerveznek sport és kulturális programokat, és én azt gondolom, hogy ők nagyon szimpatikusak számomra. Kérlek szépen, Gábor, te, mint aki már túlestél az eseményen, hogy érzed, a körülmények megfelelőek itt a Klasszetem udvarán a leöntésre? Nagyon jó a vidék, amiben benne vagyunk, belehelyezkedtünk. Hát Jani, én tudom, hogy hogy éreztem magam 1 perccel az akció előtt, forgalmasan. Ne félj olyan nagyon, hideg lesz és fájni fog. Ez a kettő, hideg lesz és fájni fog, öntsük bele a jeget. Jani hozott egy céket magának, egyébként nagyon aranyosan azt mondta, hogy ő leülne, mert akkor nem kell nekünk magasan ültetni. Jó, mehet bele akkor a jég a vízbe. 2 vödrünk van, és 2 zacskó jegünk. Köszönjük szépen a támogatót. Majd megnevezzük később, aki jéggel is hozzájárult a dologhoz. Most már te ne öntögessél, Jani, te üljél le, te legyél kényelmesen, te érezd jól magad. Közben ezt odaadom neked, Laci, jó, mert én is önteni akarok. Akkor a Ustreamet nézzétek, hallgatok, az adásban egy kicsit távolabbról fogjátok hallani, de utána föl is tesszük majd. Mondjad? Egyébként kezdek egy picit befeszülni. Semmi gond, gyorsak lesz. Nagyon viccesnek tűnt, azt mondja a János, nem lesz az. Nem vagy boldog. Mindkét vödröt. Én fizetek. Ideg? Nagyon kemény. Nagyon kemény, és ráadásul igazán volt a Gábornak, szerintem. Szerintem pupok lesznek a fejemen. Nagyon kemény. Jó, de hát mindent a beteg gyerekek. Adjuk át a közé. Jó csináltam. Eséget láttam a szemedben, és jó magasról csináltad ráadás. Ja nem úgy kellett volna? Miért nem szóltam? Kérelem az elmúlt években, Jani, pedig akkor beleraktad. Én azt láttam a Feri szemébe, hogy és most tolva és szurokba a kis köcsögöt. Adjatok neki, jó, elmegyünk, átöltözünk és jövünk vissza. 5 perc múlva lesz 3:45, megtörtént a csoda, az interneten már látható, és itt van. És felébredtem. Hát mondjuk ideje volt 3. Ne csináljátok utána. Figyelj, csak mondom azért, hogy a Gábor és az én nadrágom is kicsit vizes lett. Tehát, ez engem vigasztal. Tehát, hogy ugye? Igen, nem is tudom, hogy hogy jó, hogy értjük fogom most, ezt. Hogy te én már most didergekes fázom. De érted, mi is vizesek lett. Kemény azért, volt. Hát, figyelj, a szó átütés olyan értem, mert egyaránt, mert tényleg rettenetesen ütöttek a jégkockák, ugye nem nagyon olvadtak fel a vízben, viszont a víz rohadt hideg volt, tehát ez a kettő együtt. De ugye, hogy abban a pillanatban a hideget nem érzed, az csak utána jön. Igen. A hideg. Ez csak a jeget, ezt ahogy fejbe vág. Igen, hát az eufória elmaradt. De mondom, mindent a nemes ügyért nagyon... De túl vagy rajta, az nem eufórikus. De ez a része, ez igen. Valahol. És természetesen, ahogy ígértem a Csemete Alapítványnak, átutalom azt az 5000 forintot, ami... Hogy? Hoppá, hogy hoztad? Természetesen 20-at. Ja, nem egyet. Beszéltük meg. Laci, ja, bocsánat, csak egy dolgot szeretnék valamit mondani, hogy szeretném, hogyha majd Balázs is megnézni ezt a videót, és örömmel konstatálná,
hogy nekem is van flip-flop apucsom. Laci, fönt van a videó, sikerült elmenteni? Nagyon jó, tehát ugye egyrészt nézhettétek a Ustreamen élőben, most már pedig a Facebook oldalunkon ezt lehet látni, meg szerintem a websájton is meg lehet. Igen. És akkor most megmérjük, akkor Jani, persze, amit megszerzik. Várjál, befogom az orrom, és nyomást hozok létre, hogy kijöjjön megint a csiga házba. Két gyors közlekedés info, 3-as kocsa az Erzsébet hídon befelé, Krisz, aztán a Bajai hídon egy sávon engedik a forgalmat, hídmosás miatt, és nagy a torlódás. Erzsébet híd, ezt ugye már mondtam az előbb. Igen, most ez a kettő fontos van, már is meghallgatjuk, hogy mi mindent hoztunk össze a mai reggelen. Nem úszod meg azt a részt, választottuk ismétlésnek, amikor megérkeztél adásba. Tehát ott mindent kivesézünk, amit Gönczi Gáborról tudni kell, lehet és érdemes A-tól Z-ig. Egyrészt, másrészt pedig volt ma egy nagyon kedves vendégünk, akiért szerintem nem csak mi, hanem egy egész ország szorított, Balzsai Karcsiért, akinél ugye rákot diagnosztizáltak, most már úgy tűnik, de nem akarjuk elkiabálni, még egy vizsgálat hátra van szeptemberben, de úgy tűnik, hogy túl van rajta. Szerintem nagyon példamutató volt, ahogy ő hozzáállt ehhez a dologhoz, és ezt mi mindenféleképpen meg akartuk mutatni, valamint azt a nagy táblacsokit is vártuk, amit hát hozott nekünk a stúdióba. Jó, úgyhogy ezek jönnek most. 9 perc múlva lesz 10 óra. Még egyszer Balzsai Karcsinak jó erőt, sok egészséget. Szeptemberben fog majd kiderülni még egyszer a végeredmény, mert most az ismétlés alatt is jött egy csomó SMS, hogy szurkol neki a nép. Hát Gábor, lassan, de üzenbiztosan megszabadulunk tőle. És tényleg, szóval jobb volt, amit a Sebestyén Balázs Jani, ez tényleg annyira őszintén mondtad, belenéztél könnyes szemekkel. Köszöni ezt a napot. Aztán kitöröltem a könnyeket a szememből, és láttam, hogy beled állok szembe, úgyhogy tévedés a dolog. Nehéz lesz ez a pár évet tényleg elengedni a Balást, és akkor azt mondani, hogy figyelj, hát minden jónak egyszer vége szakad. Itt van ez a Gábor, és... Tudod, az ön hype az sose szokott jól kijönni adásban. Na mindegy, eddig szerettek a hallgatók, de most amit kapsz, na mindegy. A hosszú távú bensőséges kapcsolatoknak a távolság és a ritkaság. Nagyon-nagyon sok jót tud hozni. Jó, a Csilla azt üzeni neked, hogy téged imád, te vagy a kis kedvence, képzeld el. És ez nem változott úgyse, hogy én itt voltam. Istenem, látod. Én vagyok az ő kis moncsicsije. Köszönjük szépen, hogy jöttél, mi köszönöm, is élveztük nagyon. Köszönöm, nagyon jól éreztem magam most, komolyra. Ha legközelebb is lesz ilyen, akkor majd hívunk. Tudod, kiértesítettek. De tényleg jó. Tényleg nagyon jó, szépen köszönjük. Szerettem ezt az erőteret, mondtam neked itt a szünetben, hogy kialakul itt egy ilyen speciális erőtér közöttetek, amiben úgy jó létezni, szóval tényleg jó. Vonz magával. Igen, behúz, beránt néha, meg letaszít, de hát ez így van, rendjén. Még egy dolog van hátra, ugye föl kell hívjuk a naphallgatóját, azt tudod, az a játékszabály, hogy kell fölvennie, hogy morning show. Úgyhogy ezt most megnézzük. Laci tárcsáz. Hátra ment a szerkesztői szobába, a biztonsági őrsrác éppen a videót nézte és röhögött. Hát figyelj, megint újabb lépés a világhír felé. Anna választott ezt az eset. Anna. Á, de kár ezért. Ehhez is ért. Nagyon jó sikerült választani, tényleg. Mit bukik el ilyenkor? Méri! Anna a 13. havit. Méri így, Ati, méri így veszed miért? Föl? Ha, ha kicsúszott volna egy kis fáradt, kis félszeg, visszafogott morning show. Isten. Igen. Pont nem hallgattam, mérlegeltem, és hogy beléptem a kocsiba, vezetek közben. Mit mérlegeltél? Üreset mérlegeltem, lisztet szállítom. Ah, egy üreset mérlegelsz, és aztán lisztel is. Mert hogy így is írtad rá, hogy lisztes Ati, ez volt így a mai van nap hallgatójának az SMS-e. Sziasztok, a Gábort kérdezném, hogy a fenekét hozta magával? Kellett volna hallgatni, elárultam. Igen. Sajnos pont nem hallgattam, mert mérlegeltem, bent voltam az irodában, és hogy beléptem, csörgött a telefon, és így vettem fel. De kár érte. Hát a kár morning show, ugye a poszta tiéd egészen 24 óráig, holnap reggelig te vagy a nap hallgató, de sajnos ajándékcsomag az nem jár így. Sajnos. Nagyon sajnálom, mert nagyon régóta próbálkozok játékkal, mindenet, és pont elszúrtam. De sajnáljuk. És egyébként a kérdésedre a válasz pedig az, hogy ma nem Gábor hozta magával, Csilla vitte magával adásban, mert Gábor segje az ő kabalája, és ilyenkor mindig beszokták tenni a tritkos sapkája alá.
A Gábor esetleg egy fókuszos ajándékcsomagot föl tud ajánlani. Meg van, Ati, hát köszönjük az SMS-t, nagyon jó volt, te voltál az első, aki ezt véleményezte, ugye a Gábor fenekét. Úgyhogy ezért lettél te a nap hallgatója. Sajnálom egy kicsit. Köszönöm szépen, hogy beszélhettünk legalább, ennek örülök. Jól van, köszönjük, szevasz. Én is. Hello. Szia. No. Hát látod így. Még a nap hallgatójának az SMS-ébe is belekerültél. Figyeljetek, ha a legnagyobb probléma, egyébként mondta Gábor ezt az erőteret az előbb, hogy itt azért mindig itt érződik, hogy, hogy van valami, mindenkinek megvan a helye, mindenki teszi Anna, a dolgát. Gyere be! De! Hát én egyetlen dolgot nem nagyon tudok, megmondom őszintén így szó nélkül hagyni, mégpedig azt, hogyha az ember őszintétlen a másikkal szemben. És azért mondjuk itt az Anna esetében volt már az elmúlt két hétben egy kis fennforgás, ugye Balázs kiszúrt azt, hogy meglehetősen sokat csacsog a hallgatókkal, és néha egy picit alárendeli a kapcsolatoknak az ápolását a műsor érdekeinek. És most is egyébként valami hasonló helyzetben vagyunk, mert gyakorlatilag az Annáról úgy kell kiderülnie valami, hogy mi erről az egészről nem tudtunk semmit. És várjál még egy picit, mert ráadásul... csapat vagyunk, vagy nem vagyunk csapat? Nem vagyunk csapat így ebben a formában. Ne nevessél, Anna, gyere, álljál ide, egyáltalán nem vicces. Ez egyáltalán nem vicces, ami történik. Tehát azt gondolod, hogy amikor te beírod ezt az én üzelőfalamra, hogy ezt a nagyképű mondatot, Anna, hogy ezt te megengedheted magadnak ebben az adásban, hogyha te választod ki a nap hallgatóját, akkor biztosan fölveszi, ha a Laci választja ki, akkor nem veszi föl. Ez a kollégának a bemószerolás. Anna. Így van. Ez egy abszolút nem szép volt, dolog. De igaz volt, amit írtam, minden szava igaz. De nem volt igaz. Nem, mert nálad is előfordult már. Nagyon ez. Ritkán. Te mit gondolsz magadról, Anna, amikor ilyeneket beírsz? De tényleg, őszintén kérdezem. Nem akarsz elmenni egy kicsit egy szabadságról, valami hosszabbra, de voltam, fizetés nélkülire? Hát ti is voltatok, hát most jöttem Figyelj, vissza. Figyelj, Anna. Igen? Nézz a szemembe, vagy Feri négy szemébe. És... Mondd el nekünk, hogy mi az, amit elhallgattál előlünk, és nekünk is tudnunk kellett volna. Nem hallgattam el semmit. Dehogy nem. Mit? Nem. Semmit sem. Mit? Na? Nem akarok róla beszélni. Na. De mi? Meg voltál Popsiba? No! Elhangzott Már szól is, nézd meg! Jaj, igen, köszönöm. Reggel a nap, és másképp jár a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Egyik sajátékul fogadd el, vidám kis dalunk. Hogy azt mondja, hogy? Boldog, ezt a smiley is játszik. Boldog születésnapot kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napot. Gyere életem! Na! Azt azért eláruljuk a hallgatóknak, hogy Anna ma egész reggel olyat kapott mindenért, mert ezt mi megbeszéltük, hogy bármi, még ha jól is csinálja a dolgát, jött a Laci, figyelj, szúrd már le valamit, de mondom, Laci, nem tudom. Igen, hát, nehéz, hogy dolgoljuk le, jól végzi a munkát, mit csináljuk igen, vele? Igen, beszélget a hallgatók a játékos, mindegy, valamit mondjál neki, és én próbáltam. Néztem, hogy itt így beszélnek egymással az emberek. Azért, ugye, mennyire undorító már, nem, itt játsszák az eszüket, lefelé taposnak, fölfelé nyalnak, ezek, igen. Nem tudtuk annak, hogy hány éves vagy, nem is akartuk nagyon kideríteni, ezért kaptál egy X-et. Én ezért olyan hálás vagyok. Figyelj, rögtön azt néztem, hogy mennyi rajta a gyertya, tehát hogy mennyi az annyi, és nem tettél. És mivel én intéztem a tortát, ezért senki nem fog meglepődni azon, hogy ez a torta, ez two in one, mert hogy a boldog születésnapot kívánunk, úgyhogy ez kettőtök tortája. De nagyon cukik vagytok. Kettőtök tortája, de mi is szeretnénk belőle enni. Hát majd meglátjuk ezek után, de nagyon-nagyon köszönöm, és egyébként pedig a Zsült az békén hagytátok reggel, őt miért nem piszkáltátok? Hadd kérdezzem meg. Mert ő úgyse érti. Úgyis aludt egész reggel. Egyébként furcsa volt, nem mondom, ki vagytok pihenve, olyan gyönyörűen indul ez a hétfő reggel, itt van a kedves vendégünk, aki elhozta a Popsiját magával. Lemehoztam én azt rögtön reggel. És persze, rögtön reggel lemehoztam. Próbáltam rájátszani. Épp is kedve jön. És mondom, mi bajotok van nektek?
Na, látod, semmi, sem baj, volt, csak hát megbeszéltük. Benneteket. Megbeszéltük, hogy így lesz, úgyhogy ünnepelhetsz még egy percig. Na. Ja, köszönöm szépen, na, reklámnak. Köszönjük szépen. Holnap reggel jövünk újra, Gábor. Köszönjük még egyszer Gönci Gábornak az óriási köszönjük. Jó voltál, megérdemled. Holnap reggel jövünk, és 7-től 10-ig megint lesz majd vendégünk, akiről egy szót se. Ahogy akarod, Feri. Legyen így. Azt mondta a Laci, hogy nem árulhatjuk el, hogy ki az. Aha, nem áruljuk el? Nem, azt mondta, hogy majd fölteszi a Facebookra. Jó, jó. Egyébként majd megint lehet találgatni, és a találgatók között természetesen megint lesz egy olyan kedves hallgatónk, aki kaptunk majd egy kis ajándékot cserébe a helyes tippért. Neki milyen hiányzik? Neki milyen hiányzik? Neki semmi, neki még mindenből több van. Bocs. Lehet, hogy ő kapta? Az enyém. Igen, a tiéd is nála van. Abaházi Csabi szabadságon van, otthon üldögél a kis családjával, úgyhogy Garami Gabitól tudtok kérni. 061-555-5500, ez az ő telefonszáma, lehet SMS-ben is, hogy meg holnap reggel akkor jövünk. Sziasztok! Szevasztok!